open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 6 óra után 14 perccel a megszokott hangok, a megszokott csatornán, vagy állomásom, vagy mi ez, nem tudom. Hogy szokták mondani? Adó, szokták mondani. Hello mindenkinek, jó reggelt. Szerda van. Az ismerős srácok. Az ismerős srácok és az ismerős hangok, így van. Azt hiszem, hogy valaki megjátszotta, valaki meglopta Vajnáikat. Balázs, azt hívják, Balázs jó pénzért fűtfát ígért a külső gyártóknak. Gyanús vagy te neki. Ja. Azt a minden. Elkeveredtél megint valami Balázs. Kellemetlen ügybe? Az IKO tavaly decembertől már a TV2 műsorszállítója. Balázs. Azt gondolom, ismerek az IKO-nál Balázst. De szerintem egyébként igen, az a durva. Na mindegy. Nem érdekes, ez csak egy ilyen kis beltéres információ van. Mi újság? Be van borulva, szürke ilyen szöttyös októberi idő van. Mondogatták, nem? Kicsit. Mondták. Egy picit jön, állítok, ez a hideg frontnak a farka, így fogalmaztak az időjárás jelentők, amit én nem nagyon értettem, hogy van farka neki, de mindegy. Most ez a farka? Ez a farka. Ki fölött van a feje? Nem igen. Tudom, az már ugye a nyilván. A farakhoz test is szokott. Igen, megy előre. Gondolom, hogy az megy előre, mondjuk ha keletre megy, akkor már Ukrajnában van, vagy nem tudom. És a farkát még belógattam a számba. Eső jön ezzel a farokkal? Ahogy én jöttem az M7-esen, egy kis szemerkélés volt, de hát ez ilyen nem jelentős, de a lényeg, hogy a farok az itt van. Csak másfél órát locsoltam este, nagyon szórakoztató volt. Nincs egy én ilyen látom. Automata rendszered? Nem, nincs. Ha, illetve van bent részben, de nem lehet megoldani a kinti részét. Tehát, hogy az utcafrontot, azt sajnos kénytelenek vagyunk aha. Így megoldani. Ott nincsenek locsoló fejek? Nincsenek, mert problémás megoldani, mert igen, egyrészt, másrészt meg ugye, ahogy hívják, itt csak nem lopják el. Nincs oda, ebben az országban, viccelsz, mindent. Esküszöm, hogy ott lenne. Hát Janiéknál mindent ellopnak. Nem, azért, mert hogy lakhatsz ott egyáltalán? Mindenki ezt a busz megállóba, leveszik a cipődet, a karkötődet, és levágják a hajadat. Emlékszem, útkor is póló nélkül jöttél. Minden kocsi téglán előcsém, abban kellett beérted. Hát nem csak a Jani szerencséjét ismerve, tudod. Igen, de nálunk is vannak locsoló fejek kint, megoldható nagy meló, de egyébként nem lopják el szerintem. Az fölmegy, locsol, visszamegy. Régi ház, aztán így a járdán keresztül kellene kapu alatt átvezetni, nem egy egyszerű történet. Megint az utcai járda, igen, kiépíteni, tehát hogy egy picit több lenne a leves, mint a hús. Ugyanakkor meg azért tehát valamilyen szinte szórakoztat. Tehát, hogy jó dolog foglalkozni a kerttel, csak amikor már tudod, hogy kint állsz, és így már ragadnak le a szemhéjait, tudod, és még mindig a másik oldalon, még mindig, igen, csak még adjunk a hibiszkusznak, igen, meg akkor... Csak a kint állsz, a kis rövid nadrágodban, a kis pacskerodban. Persze, a szandálomban, a térzoklimban. A kis térzoklimban. A pólóban. És a világéfűségi találkozó 1974 felirat a fűtyűrészen minden elmenő autónak beintegetsz, és nagyon locsolsz? Igen, kb. Egyébként. Ez így történik? Igen. A ruházat az nem feltétlenül ugyanez, de igen. De mivel papucsba megszokott, vagy szandálkába, vagy mivel állsz ki? Mezitlábacskába, apró kis talpacskáiddal ott kapaszkodsz? Nem nagyon szoktam így túl, hogy is mondjam, túlöltözni a dolgokat. Hát de valami föl kell venned, hát érdekel, hát miben vagy. Hát tehát, hogy miben locsolsz? Papucsba, mezitláb, szandálkába, gumicsizmába. Hát most biztos illúzió romboló leszek, de egy Nike Free 3.0-ába. Térzokni megvan. Térzokni? Nincsen térzokni? Mezitláb? Titokzokni. Titokzokni? A kis titokzokni? A kis titokzokni. Kapaszkodó kis nagy lábújacskáiddal? Igen, ha csak valamit hozunk meg. Valami kis kellemetlen. Igen, mit összeállmas lesz a sztori. Várjál, próbálok állni. Mi a legnyomorultabb benne? Most azon gondolkodom, hogy amikor elakad a sövénybe, és akkor van olyan, hogy mit, amit túl nagy a nyomás a slagba, és akkor ide-oda dobál a slag, és ott a végén kapaszkodsz, és vágod ide-oda. Igen, és kiabálok be a lakásba, hogy ezért, hogy zárjátok el, és azt látják, hogy kis tested itt csapódik, így kocsi, bejárom, garázs, balra, jobbra, és te kapaszkodsz a slagba. Megint, hogy belecsap a levőt, és elmondja, ez a János, mindig kitalál valami mókát. Micsoda mókamester ez a János, nézzétek.
nézzétek, megint, hogy locsol, megint, hogy locsol. Már még mindig jó kedve, pedig már mindjárt 11. Na, fekszem is. Már nálam most lesz kertfelújítás, úgyhogy kicsit aggódom is. Most jönnek. Mi a elszállottak a cseresznyék? Nem, teljes kertfelújítás, öntözőrendszer csere, mindennek kell csináltatni, mert itt 10 éves a ház, és így most így nekiállunk, brutál kupi lesz. Nagyon jó. Hárman jönnek, és mindent szétszednek, növényeket kiszedik, földet töltenek. És visszarakják ugyanazokat, vagy új növényeket? Visszarakják ugyanazt. Jó járnám vele szerintem. Raknak is, építenek is, rézsüt csinálnak, dombot csinálnak, fűmagot vettek. Rézsüt? Rézsüt? Lesz egy rézsüt? Lesz, olyan rézsü lesz. Kecskék fognak legelni. Szánkó dombot készültök építeni? Szánkó, síugró sáncot építeni. A gyakoroljon a gyerek valahol. Jó. Rettegek, hogy fog kinézni a kert, de a vége biztos, hogy az lesz, hogy nagyon szép lesz. Komplett öntözőrendszer cserélnek. Azaz mindenhol fölszedik az öntöző, vízkövesedtek, már nem jönnek ki a feje, kicsi a nyomá, már jó, szóval az egészet ki kell cserélni. Menő. Hát, gondolom. Szerintem ne járjatok haza. Ne járjatok haza addig. Most lehet, hogy az lesz, igen, hogy... Elköltözni. Én mindig azt mondom, hogy ilyen, ekkora felújítást azt úgy, hogy te egyébként ott laksz, és akkor a munkás egyébként ott a kis dekoltázsával, a hátsóval közben pont a túját, mikor te mész haza. Fölgurjóra már van. Igen, bejönnek a kertbe, és készítsz. Apró darabokra szedik. Úgyhogy most, de jövő héten ilyenkor már. Ja, egy hét, az jó. A 3-4 nap alatt megvan. De akkor reggel 8-tól. Mondjuk ismerem őket, jó arcok. Nem ők csinálják. Nem ők már. Nem ők már. Jó. Nem, már egy másik csapat. Igen, már egy másik csapat van. Ők a heti karbantartók, és akkor a nagy melót azt mások csinálják. Érted, mert ő mindenkinek akar adni. Ja, vagy hú. Én tartom életben ezt a kertésztársadalmat, hogy mindenkinek legyen munkája. Mert itt olyan munkahiány van, hogy próbálok mindenhova. Egy jó rézsüt nem lehet akárkivel megcsináltatni. Hát, vagy egy rézsügyártás, ez te. Hátul a legelőd, érted, a lucernás, az rendbe kell. Egy kis biogazdálkodás, nem tervezel? Egy 3-4 kecske, vagy birka nyírná a füvet, lenne egy ilyen kis paradicsomos ott hátul. Te ugye élharcosa vagy ennek a dolognak. Nem, teljesen átlagos méretű kertem van, most ezt úgy ábrázolod, mint egy rancsolak. Azért mondom. A lovarda mellé csinálja? A lovarda mellé hátra. Közvetlen a halastó. A lovász fiúk meg tudják csinálni, mert több is. Teniszpálya és a halastó közé gondoltad, arra kis 3 hektáros. Arra, oda beszorítani. Kihasználatlan kis. Igen. A zsirák kifutó mögé, a jakok elé. Úgyhogy így szépen megvan. Hát igen. Jó, az csak melós. Az melós, az meg törődni kell vele, meg. Most lesznek ilyen növényeim, hogy mit tudom én, ánizs, meg mit tudom én, bazsalikon, meg nem tudom, tehát ilyen fűszernövények. Az ánizs, mi a jó istenre fogod használni? Tehát, mit tudod, hogy hányszor főz ánizsos teát? Nagyon durva teát tudsz belőle csinálni. Kimész, lecsippented a kedvet, és teát csinálsz belőle. Nagyon lecsippented, ezzel már jelzted is, hogy a sok nem kell belőle, de mennyi, mégis mennyit képzeltél el? Agresszív, 30-40 négyzetméternyi legyen bele. Egy 6-3 hektáron elfér. 6 hektár ánizs, 4 hektár bazsalikom. Nézzük idén, mi termet. Kölesből egész jó vagyok, viszont ánizsból. Lesz például marokkói mentám is. Nagyon jó lesz. És akkor így tudsz egy ilyen kis mentás ánizsos teát csinálni, az ánizsból valóban kevés kell, de például egy jó menta. Kuszkuszt és tarhonyát fogtok vetni idén? Vannak tésztaföldjeink is. Ott csak tája tele tarhonya és papárt és tárkat nevelünk. Lesz az is. Nem tudom, most itt tudod, én meséltem már, hogy tudjátok, én átkattantam a kertészkedéssel kicsit is. És ez olyan meditatív. Tegnap például meglocsoltam a babérjaimat, beszéltem hozzájuk, kicsit megmetszettem őket, és ez nagyon kellemes elfoglaltságot jelentett nekem. De ez, hogy ez egy ilyen dísznövényféle babér, vagy pedig olyan, mint tényleg, amit kimész, belerakod a krumplit, és belerakod a krumplit. Abból komplett örök bálint, meg ez egy vödörnyik. Nem, ez olyan babér, ami nem semmi köze ahhoz a babér levélhez, amit te beleraksz a krumpli főzelékbe. Ez egy ilyen sövényszerű babér, ami a járda mellett. Direkt, hogy egy félreértés, vagy Diki, szaladj már el, babér. És, és ezzel tért vissza, és aztán már nem akartatok kidobni, mert drága. Igen, és mondom, hát ebből akkor nem lesz most jóka ide. Nem, és azt ott meg kell locsolni, kicsit metszeni kell. És ahogy beszélsz hozzájuk, akkor rögtön látod, hogy jobban van, mert ugye azt mondják, hogy a növényekhez, ha te beszélsz, akkor ez működik, anyám és béka szerint is ez így van. Érzem, hogy igen. De hallom, hogy isznak itt. Igen? Hallom, hogy szürcsölnek. És így látod, hogy megemeli a fejét. Igen, és tudom, hogy szomjas volt, és mondogatja, hogy köszönöm, kis gazdám.
És akkor én annak úgy örülök. Aha. Van egy ilyen kis öntözőkannám, ilyen kis, már nagyon vízköves, ilyen pici hosszú, nem, ezüstszínű. Ezüstszínű, és nagyon hosszú, nagyon azok kis nyele van, és abban viszem a kis vizecskét nekik, és jó gazda módjára. Miket mondasz a babérnek? Hogy milyen szépek vagytok, hogy dicséred, nagyra, pozitív igen. Az egész, ugye? Tehát hogy, nincs, hogy itt egy hogy kicsit szár. Anyád az akácsa mennyivel kevesebb gond. Igen, hogy miért vagy megint tetves, és miért kell levélírtoznom? De például én a tujáimhoz is beszélek. Aha. Nagyon nagy tujáim vannak, amik kerítés magasságok voltak, amikor beültettem őket, csak nagyon tápozom őket, és most már ilyen 3-3 és fél méter magas. Ilyen szára volt, mikor beültettem, és most van, aminek ilyen maga a törzse. Tehát már fa. Gyerek fölmászhat rá. És oda megyek is megsimogatom a leveleit. És kicsit jön a Noel, és akkor ő is simogatja, tessék? Így hozzá is bújsz, arccal így végig kicsit, hogy ő ügyes vagy, te akart ki a csúnyámat, ne lássa a szomszédnél. A tujának van egy ilyen nagyon jó funkció. Nagyon szép, nagyon szép. A tujáimra nagyon büszke vagyok. Arra például nagyon ügyes. Szomszédtól nem jön át semmi? Van egy ilyen úgynevezett rozsdapenész, ami ellen írtani kell őket, de megkapják a megfelelő kis tápot, meg a megfelelő kis ilyen, nem, mi ez a permet, és akkor nem eszi meg őket a rozsdapenész. Azt látom, hogy elkezd így barnulni. Igen. Ez vagy egy állatka, ami belemegy egy atka, vagy maga a rozsdapenész megeszi, és akkor így elbarnul a tuja. Az egészet egy pillanat alatt lezabálja. De a permetezed, gyönyör lesz. És van a régi sárga, ilyen kézzelhajtos permeteződ, és te esténként van egy kis nyomom ballal, és ezért megy. Emlékszel arra? Persze, hát az egy időben. Azt még most is úgy csinálta. Kicsinálta, mert hogy annyira monopól helyzetben volt, hogy minden magyar családban olyan volt. Igen, tehát, hogy semmi az. Más nem lehetett kapni. Illetve volt még egy-két ilyen réz, ami ilyen nagyon-nagyon régi volt, meg nagyon menőnek tűnt, meg ilyen nagyon ilyen szofisztikált kertészeknek, de ez a sárga műanyag kis kék tetővel, hát ez mindenkinél ez volt. Most már valaki kis kézi. Na hát. Pici, ami ilyen 3 literes, az is ugye úgy van, hogy van a tetején egy ilyen fogantyú dugó, azt elkezd nyomni, érted a túlnyomást, és akkor így jön, de egy perc múlva lekókad a sugár. Az egész gyerekkorom így telt, pálinka és részgálit szakban. De látod, hogy ilyen egészséges felnőtt lettél, látod? Hát kell az, de kell az gyerekként. Megvan ez a kukoricás sztori, ha már idegméreg vagy, vagy ha már permet, hogy bekerték, kavarták őket a kukoricásba, és idegméreg és volt. Az elején volt meg, most így most már így tudjuk. Ami kukoricásba hajtották a gyerekeket, hogy ott... Hát elmentek dolgozni. Hát, ugye, ez egy ilyen nyári táborka, ez nem is tudom, hogy mit már címereznek ilyenkor, az egy kukorica címerezés volt, és előtte egy nappal a gazdaságvezetője úgy döntött, hogy ugye meg kell permetezni a kukoricát. A kukit. Meg is tették, csak erről valószínűleg nem szóltak. Aha, igen, a csapatnak is behajtották. Ne nyaljátok meg. Jézus. 140 gyerek van kórházban, 142 gyerek van kórházban, mert az okosok beterelték őket egy ilyen idegméreg ellátott kukorica földre, ahol ők ugye dolgoztak volna, csak aztán balra jobbra elkezdtek szegény kikidőlni. Na, nem meleg tudták. Van gyerekek, hogy mit szóltak, hogy az agronómus táposok. Igen, egy nappal előtte szerencsétlenek, a jobbulás mindegyik. Egy nappal előtte idegméreggel kezelték a kukoricát. Ez is érdekes egyébként, hogy ezzel kezelik a kukit, nem? Szóval, hogy ez mennyi mindent teszel meg, hogy aztán az átmegy a kukiba, vagy nem? Nem vagyok benne biztos, nem tudom. Hogy... Hát nyilván valahogy csak beivódik ott. Hát nem emberi fogyasztásra készítik ezt. Na jó, és akkor a mérgek, azt hittem a kukoricát, mert az tök mindegy, ha állattal leteti föl, akkor se permetez a idegméreget, de nyilván ezt engedélyezett. Valószínű, nem tudom. Meg hát ezt észlelt kell. Nekem van egy kedvencem, hogy azzal szoktam a különösen kegyetlen, burjánzó és agresszív gyomfajtákat elintézni. Kibírni. Tudod, azért a temetőben murvát meg ilyenek, és hát azzal kell vigyázni. Na, azzal picit az arányokat így megborítod, abban a pillanatban, hogy mint a lomtalanító Vietnámban, vagy nem tudod mit. De ezeket lehet ilyet kapni? Lehet, hát persze. Most, de külön kis szekrénybe vannak elzárva, biztos nem véletlenül, csak mondom. Tehát, hogy bemész egy barkácsáruházba, és vásárolsz valami ilyesmit, vagy valami növényvédőszer, boltba külön be van zárva kis szekrénybe. Például kell neked ilyen növényvédelmi vizsgát tenni bizonyos permetszerekhez, tehát ha te egyszerű felhasználó vagy, akkor is bemész a permetboltba, és akkor neked be kell mutatni, hogy te alkalmas vagy arra, hogy ilyen szerrel permetezt, tehát, hogy akármit, és ilyen erősségűt megvehetsz vizsga nélkül. Hát ha volt már egyszer-kétszer egy túllőttem, azt így körülött mondom, ilyen pár négyzetméteren így gyakorlatilag mindent elpusztított. A Vietnámban, amikor ledobták. Figyelj, te kicsit lelocsolod, és így húha, jújjúj. Igen, de hát az, az ember öregszik, ez egy kellemes foglalatosság szerintem is ez a kertészkedés. Jól van,
Nézzünk gyorsan egy-két SMS, most már lehet, hogy nem tudunk ismételni, elbeszéltük az időt, de hát ezt nem szoktátok annyira bánni. Azt mondja, hogy a Tuja Pervet nevét sokan kérdezitek, meg tudom kérdezni, fejből nem tudom, de szívesen megkérdezem. Egyébként jól, hat a dolog. Kára. Csúnya az, amikor megeszi a tuját. Azt mondja, hogy Bari, te beteg vagy, a sok gyökér meg majd komolyan vesz. Puszi, Hajnika. Nem, csak nem kell ezt elhinni, amiről mit beszéltünk, hogy a kecskék meg a halastó mellett a közvetlen a zsiráfföld mögött, ha valaki komolyan nem, veszi, mert ugye kell a helyen vidám parkodnak. Az meg a másik, hogy most itt a hullás. Ha ezt valaki komolyan veszi, vagy elhiszi, akkor igen. Bari, szóval megveted Lajcsi birtokát. Így van. És én másztam be, és engem vett meg Lajcsi. Mi voltunk a három ilyen gyerek, akit Lajcsi lepofozott, csak a haverom levert egy olyat a Lajcsinak, hogy kicsit az óra meg is megszaladt. Kicsit magas volt a víz a Berének, és akkor Balázs le akart ereszteni egy kicsit tavat, hogy lemenjem ebből egy pár millió köbméter. Igazából én csak láttam ott egy kart, amire felakasztottam a kabátomat, aztán igazából hoztam azt a kart, és erre eltűnt a tó. És csak halászlevet akartak enni, és azért látta, hogy akkor le kell ereszteni egy picit a tavat, oda rakott egy tésztaszőt, és felfogta az ivadék halakat, és abból csinált, hogy nagyon-nagyon király, ilyen tésztás halászlevet. Nagyon sajnáltam azt a 4500 csukát, ami ott vergődött a tó nélkül. Igen, meg az a 6000 sügeret. Hatot visszadobtak, de megunták. Igen, az ánizsnál csak a bén is a jobb. Köszönjük sokkal, szépen. A bén is egyébként sokkal finomabb, mint az ánizs. Így van. Igen. Hát a cén is aztán az arra meg. Hát nem is jön. Őrület, igen. Közegi átkelő hatóságmentes. Aztán, hát Sopronban úgy látom, megint kezdődik az őrület, határátkelőnél káosz, a labancok még alszanak, ellenőrzés közben, 10 kilométeres a dugó már most. Nagyon fáj nekik ez a 2-0. Nagyon. Olyan mondom, nagyon fáj. Nagyon fáj. Na, majd kiúzzátok a gyufát, aztán majd Nyögi Viktor búsharát Bécsnek büszke vár. Hát az biztos. Megrohamozunk benneteket. Rohamozunk benneteket, öcsém, aztán majd nézték. Igen. Na, Terjed most ilyen, hogy mindenki magyar zászlóval menjen, ha arra megy. Még húzzuk őket? A percetől van ez, igen, a pillanatú tükőre fölhúzható ilyen kis magyar zászló, és akkor azt most megy egy ilyen Facebook fölhívás, hogy mindenki vegyen, aki hát, arra felé indul. Gyerek, ha ott akartok állni a dugóban, lehet, hogy nem érdemes őket tergelni. Bár egyébként ugye hát migránsokat keresnek, vagy tehát arra fogják, de szerintem azért ebben van egy kicsi, nem? Aha, szerintem ebben van egy kicsi. De tényleg azt kell csinálni, ki kell állni a másik oldalra is. Ki kell állnia nekünk a másik oldalra? Nem jönnek annyian, az a baj. Tudod? Tehát, hogy mi megyünk arra felé. Ők például tök érdekes, hogy az osztrák nem akar Magyarországon munkát vállalni. Érted? Tehát, hogy mi megyünk kifelé, nem is értem, hogy miért én se. Kifelé megyünk mi, meg visszafelé is este felé. Úgyhogy lehet, hogy a szívatás tényleg nekünk szól. Na hát lehet. Na mindegy. Címerezni a vetőmag előállításához kell, azt nem eszi meg semmi, amúgy a szerrábumlik egy idő után kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Magtermesztésre szánt kukoricát szokták. Igen, csak ugye nem múlt el az a bizonyos idő, amennyi alatt lebomlik. Nem, igen. A szegények igen. Meg kórházban vannak. Igen, igen. Hogy állunk játékkal? Mi a helyzet? 2-0. 2-0-ra mennek? 3-at be kell húznunk, hogy akarunk valamit. Gyerekek, megint kikapunk, vagy hát kikaphatunk. Jól van, jelentkezzetek játékra. Jó, ha játszanátok, akkor SMS-t írjatok. Arcoskodni is lehet, normális SMS-t is lehet írni, amilyen hangulatban éppen vagytok, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban, a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek! Klassz FM. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek, itt vagyunk. És már is folytatjuk a reggelt. Azt nézem, hogy mit nézek, nem tudom mit nézek. Közlekedési hírt nézek bizony. Persze. Vagy valami. Tegnap egyes halomnál 6 órát arra szóltam hazafelé, a magyar rendőrök kontrollt csináltak. A Ranger. Na utána néztem egyébként. Ja. Határozottan ideig tart az osztrák hatóságok által Burgenlandban bevezetett intenzív és szigorított ellenőrzés. Azt mondják, a migránsok miatt van, tehát nincs benne a 2-0. És találtok már ilyenek? Egy darabot se, ugye tavaly ilyenkor történt az a sajnálatos. Hát azért kell keresni őket, mert ha lennének, akkor nem kéne keresni őket, hiszen ott lennének. Ezért keresik őket. Így van, és akkor mindenkit megnéznek, hogy van-e nála migráns, visz-e migránst. Beszólnak így? Kicsit behajolnak? Haló, ön migráns? Nem, én az anyósa vagyok. Hozindi migráns. Tudni, gyerekek, ez a 2-0 miatt van, szóval ezt senki nem tudja, hogy most ez... Nem tudják megemészteni. Ezt egyszerűen nem tudják helyre tenni. Így van. Na jó van, játszunk, már itt is van a hallgatónk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó.
fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló! Sziasztok! Jó reggelt! Hogy hívnak? Hello. Sziasztok, Jani vagyok. Jani a hegyről. Hello, Jani. Így van. Honnan hívtál minket? Pécsről. Nagyon jó hely. Az nagyon-nagyon-nagyon jó hely. Szeretjük Pécset, igen. Azt mondja, hogy fekete félre jelentkezik Jani a Jani ellen. Ez nagyon kemény harc lesz. Jani a Jani ellen. Felszívom magam. És kivel játszanál? Ki a Jani? Kivel játszanál akkor? Ferivel. Janival. Oké, okay, jól van, indítjuk az órát, jó? Mehetünk? Mehetünk. Minden más majd játékban tudunk meg rólad. Okay. Kicsit visszhangosak vagyunk, de ezt szerintem a telefonod visszhangzik. Valószínű, mert le vagytok halkítva. Igen, mm-hmm. Igen, ez más, mint amilyen szokott lenni. Oké, 3-2-1, tessék. Mivel foglalkozol, Jani? Hát, kamionsofőr vagyok. Én műsorvezető. De ezt csak a tényszerűség kedvéért mondom természetesen. Régóta kamionsofőrködsz? Másfél éve. Másfél éve? Pécsi és környékén? Hát most jelenleg Pécsre hozok árut. Te pécsi vagy? Debreceni. Honnan jársz odáig dolgozni? Minden nap? Dunaharasztiba vagyok. Tényleg szépen hétfőtől péntekig. Ott van a telephely? És pénteken megyek haza. Ott van a telephely? Az üdítőgyár. Honnan szállítok ki hétfőtől péntekig. Ja, tudom, ez a piros? Így van, így van. Aha, jó, ügyes voltál. Azt mondja, hogy és a család lát hétközben? Vagy csak beszélni tudtok telefonon? Nincs rá lehetőség. Telefon. Miért? Telefonon keresztül kommunikáltok egymással? Van gyerek, nincs család? Csak telefon. Még nincs. Még az fiatal is vagyok. Mennyi idős vagy? 24 éves. 24 éves. Ha szép. De szeretnénk 24 éves. De vége, fuss el vére. Szép volt, Jani. Hát kellemeset beszélgettünk, de hát... Na hát igen, elbuktunk a hetet gyerekek. Azért kicsit fáj nekem. De ilyen Jani versus Jani, bocsak, hát, jól jöttünk ki mindenképpen Jani nyen. Ja, várj, ez jön, ez újra jön. Jani, visszavágó. Janikám, megvan az ajándék csoba. Köszönöm szépen. Jó voltál a benyelre. Lassan, komótosan, de oda pirítottál. Na hát, mert egy kicsit izgultam, és azért van következő egy kicsit pörgősebb. Nem volt vele gond. Nem volt vele gond igazából. De ez azért ez húzós lehet ez a hétfőtől péntekig. Hát nehéz. Sokszor nehéz, de hát valamit muszáj dolgozni. Persze. Egész lazán kezeled ezt, hogy 5 napig nem hát, látod a családot. Még tényleg fiatal vagyok, másabb lenne, hogyha család lenne. Igen, de hát mindegy. Ennek is megvannak az előnye akkor is, amikor családos vagy, na. Jaj. Hosszú távú kapcsolatnak tényleg ez a titka, hogy minél kevesebbet találkozzatok. Igen. Janikám, elbúcsúzunk, jó? Jó munkát. Köszönöm, nektek is. Küldjük sziasztok. A csomit. Rendben, köszönöm. Csimicsomi érkezik. Köszi, ciao, hello. Szia. Hello. Hát ezen a héten nem vagyunk túl acélosok, vagy a játékosok nagyon jók. Szóljatok a pakpannak, vegye le azt a zakót. Mit csinál? Jézusom. Jézus várja. Nagymamája kötött ennek? Én nem tudom, de hogy ez hogy néz ki. Nyári. Biztos azt gondolta valaki. Aha. Érdekes, ezt mondjuk a kamera előtt. Ez még a kárász hagyta. Mi van a kárász Robival vajon? Na, hát igen, jobbulás, vagy belegjobbak. Nem tudjuk, mi van a kárászsal, én legalábbis sem tudom. Nem tűzszögő rohamon van gyerekek, mi lehet? Ilyen a parlagfű, igen? Hívják, igen, most kezdődik a szezonia. Ma miatt az orromat megcsináltatom, semmiféle problémám nincsen vele, egyáltalán nem. Tényleg. Igen, csak mindig itt van a stúdióban ilyen. Akkor a Zsül. Az lehet, igen. 4 perc, a pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Apu lenne nekem a város, automata váltós, kocsiva szelném a dombok. Enyém lenne, aki látó, tudná, aki látó, hogy jó sok pénzünk. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, megvallgatók, itt vagyunk. Folytatjuk, szerda van, ahogy szoktuk mondani, ugye hát ezért nehezebb. Nehezebb napocska, de annyi szerdán vagyunk már túl, hogy... Ez is valahogy meg lesz. Valahogy ezt is abszolváljuk majd, és véget ér a szerda. Most mi van az időjárással? Erre most én nem voltak, kicsit leestem. Nézzünk rá, én nem néztem, mert én már úgy vagyok ezzel, hogy ami van, és kész. Örüljünk nem... annak, ami van. Igen. Figyelj, 26, 29, 29, 31, 33 végig napsütést ír az enyimé. De most...
Azt viszont nem írja, hogy most miért ilyen felhős. És ez a kicsit felhős, kicsit valami, kicsit nem tudom. Budapest 27, mára is felhős. Aha, de aztán jön a jó idő. Elméletileg, igen. Azt mondja, hogy mai időjárás, napos idő, ez hülye. Jelenleg 18, a legmagasabb hőmérséklet 28 lesz. Hol van most napos kint, Jani? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem érdekel, azt a 6 szem penészes mállát hagytad meg. Hát miért a penészes? Te megeszed a penészes mállát? Nem tudom, hogy szereted a penészes mállát, ezért azt neked meghagytam. Úgy egyébként, hogy azonnal kijött az allergiája mállától. Kereszt allergiám van. Ahogy meglátta, Laci beadott egy tőle egészen meglepő módon egy fél kiló mállát. Nem biztos, hogy az neki Annától hozta. Kapta. Nem, Annától kapta. Szerintem nem gondolt, hogy a Laci hozta. Ja. Nem, Anna hozta Lacinak. Ahogy megláttam, rögtön rágerjedtem. Bali is rágerjedt, ennek a következtében maradt 6 darab, de ilyen összeszottyat, ilyen kis penészes, megrottyant, hogy hívják, a vége. Nem, elmondom, mi van. Elmondom valójában, mi történt. Egy nagyon nagy vödör málna volt, és az alja összenyomódik. Tehát ugye nem arról van szó, hogy ez penészes vagy szottyat, hanem egy fél kiló málna volt 3 szemem, mert hogy egy ilyen vödörnyi málnát hozott. Nem, elmondom, mi van. Miért nem a tetejét tettem én? Miért az alját eszem? Mert egyrészt ez a karmád. Már kettő, az se. Hogy de ki mondta, hogy egyél mállát? Senki nem mondta, hogy egyél. Senki nem kínált meg. Ráadásul 3-4 órája ott van a Laci asztalán, tehát ugyanúgy megeheted volna már fél órája, mint én. Már arra vártam, hogy valaki vagy dob egy magas labdát, és akkor lecsaphatok rá, hogy Jani készül, és persze! Itt nincs ilyen. Itt farkas törvények vannak, ezt megszokanak. Valamit hoz, kirakja a közösbe, és a legerősebb eszik, a kicsi meg rábaszik. Az erős eszik, a kicsi rácsözik. Én meg porul járok. Ugye? Egyébként Anna hozta. Jó, én hozom. Te hoztad? Én hozok holnap. Igen, mert múlt héten volt László nap, és mi mindig itt szoktuk egymást. De miért van ez, hogy én a rosszabbik végédet kapom? Velem fél órákat beszélgetsz, nem kapok tőled semmit. Velük még nem beszélgetsz egy percet se, de kapsz tőlük, vagy kapok tőled. Nem tudom, ez a viszony így alakult köztünk a Lacival. Nem nagyon köszöngetünk itt senki. Én meghallgatlak, érted? Én vagyok a lelki szemetes ládád. Gyakorlatilag bármit elmondhatsz nekem. És meg is hallgatok, nem úgy, mint Balázs, hogy ezért, hogy na és akkor sziasztok, és már megy is tovább. Abszolút. Értem, hozok neked málnát, ne sírjál, holnap itt lesz az asztalon. Mondjuk csak most már nekem nem lesz. Kéne. Hozzak rá tejszínhabot. Ne duzzogjál, te meg neked is. Én nem duzzogom, csak nekem olyan málnám van, hogy megőrülsz. Nem kell nekem ott a málnát. Ne hozzál neki málnát, nem fogja megenni. Kettőkor megyek a Ruszfurmba ludlábat enni, ezért negyed hétkor már nem ehetek semmit. Csak krémest egyetek. Jó, hát föl van építve neki a menetrend egész napra. De be tudná illeszteni, tudod? Tehát, hogy itt pont az a semmi bevevés, az, amivel arcon köpöd a kollégádat. Annak adjál mellett, akit szeretsz, meg akitől a fizetésedet kapod. Balázs, hozhatok egy kis málnát. Hozok hozzá keserű csokit. Én azért nem kérek magamnak málnát, mert bárkinek hozod, úgyis én eszem meg. Tehát én mindenki málnájának körülök. Én tök boldog voltam most, hogy a Laci máláját megettem. Kinek a keksze van a kezedbe? A tiéd. Hát gyerekek, ez a legjobb. Hát bármit hoztok, megeszem. Én nem harcolok az, hogy nekem hozzatok valamit. Hát hozzatok. Egymásnak én meg megeszem. Magatoknak hozzá, akkor is megeszem. Én a Janit megértem, nézd oda, ő annyira figyelmes velem, mert tényleg nagyon sok mindent így a Jani szokott nekem hozni, meg adni mindent. Én megértem, hogy rosszul esett neki a málna. Mikor eszik gyümölcsöt? Sose eszik gyümölcsöt. Uborkát eszik ezeket a ilyen croissantokat, meg a ludlábat, meg a nem tudom. A tátracsúcsot, meg a cukrocukorral. Mikor látták kezébe almát enni például, vagy mit tudom én, banán. Csak főszeretelve látok. A málnát azt imádom. Mellé egy keserű csokit is. Neked van, érted, potya málna, potya keksz, van komornyikod is, zsűlszemély. Én ebben semmiféle lelki problémát nem, csak hogy kinek hozta. Hát nem, hát hogy miért nem nekem. Hát a vanból nem csinál soha problémát, az ember a nincsből szokott. Igen. Ott volt fél óráig, ellúzerkedted, akkor most magadra vessél, érted? Nem lehet itt várakozni, látod? Hat órakor kirakta az asztalra a közös málnát. Meg is lepődtem rá. Hat órakor. Hát nem volt közös málna, szegény Naci, de úgy, hát így kirakta. Alakult. 4-8-ig ott kerülgetted, mint a tojógalamba, aztán meg sírsz, hogy megettük. Hát tessék, oda menni, aztán egy farkas törvények vannak. Elsőleg nem szeretek belőle szedni, mert azt szerintem egyébként, tehát ez nem az én stílusom. Ja, hát most, ez mert puha vagy, és nem mersz málnát ne, szedni. Udvarias, tehát hogy csak... Igen. Egy óráig nem merek szedni 3 málnát. Nem mer, hanem nem akar. Nem ő kapta, nem akart oda menni, nem akart. Nem lett volna első, mert az addigra már fél órája jöttem a málnából. Mondjuk ez igaz. Tehát, hogy addigra már mindenem málnás volt, úgy néztem, mint egy 3 éves gyerek. Hát, modoros koci, jó, ezért vagy itt, nem eszünk bele egymás málnájába. Hát, ezen már túl vagyunk.
Na mindegy, hát ez van, jó van. Lehet így is, értem én. Így van. Meg kávéra nem jó a málna. Minek kell esik, hogy az meg a másik, hogy ezt értem. Meg kávéra nem jó a málna. Szalat használ mindenre. Ki. Mindent. Ne, hozza van engem már egy kis fosás. És miért bejössz a gőzbolotva a feneket, nem? Pizzelsz, érted, legalább valami nyomás van a klotyóban. Azt látom, hogy van málna allergia, akkor el jól olvastam, mert érzem magam a légzési nehézség, szájban vízkető érzés. Hát legalább visszakaptad. Nagyon durvá jön. Foltok jelennek meg a bőrön, ekcíma kialakulhat, torok duzzanat, allergia, arcbüffedés, hasmenés, hányás, szédülés. Nagyon jó, ebben a sorrendben kétszer. És ebből viszket a szájpadlásom, viszket az orrom, és nehezebb elélegzem. Kicsit ilyen Darth Vader-es vagyok. Akkor fogjad a tollat, Jani, tudod, át kell üssük itt a gigiket alatt, hogyha be, a nagy, azt kell csinálni. Ne, valahogy a pinkógyát húzzuk ki belőle. Azt előtt itt feldobjuk. Na, üssem a tollat, vagy ne, mi a pinkód? Elmondom nektek egyébként. Csak ki van a kocsiba a pinkódom, a kártyám, úgyhogy szaladjatok ki érte. Na? De nem kell hozzá ez a körítés, tehát ha el akarsz menni haza, mondjad, aztán mennyi. Gyerekek, én betegen is bevergődöm, hát mi az Isten lenne velem? De mi csinálom? Ott van az rengeteg gyerek, a nagy ricsa, érted? Hát azért nagyon sok helyesek, de hát basszus. Nyugi van itt, érted? Hát azért... Nem mindegy, hazafelé veszek. De akkor veszek pénzért. Nem kell venni, mondom, hogy ott lesz. Veszek pénzért, jó? Nem kell, hozok neked. Fáj, de akkor megveszem én. Jó. Szükségtörvény bot. Hozzá holnap, és itt falatozd el mindenkelőtt, de ne adjál nekik. Na mindegy, hazamegyek, csinálok. Csinálok belőle a habot. Minden szemre. Drága nagymamám csinált annak idején mindig a porcukorból meg tojásfehérjéből irgalmatlan kemény habot. Volt ilyen rugós habverője, és akkor kanyarban nem volt semmiféle robotgép, azzal csinált, zseniális volt. A gyerek még nem jött, hazamegyek, csinálok. Mit? Málna most mondtam habot. El. De ezek olyan szép mi? Szeme. Olvasgatott. Akkor valami olcsóbb málnát vegyél, tehát ne ezt a szép ilyen gyönyörű szemeket töltöd. Majd azt ő tudja, hogy mennyi lesz már. Olcsóbb málnát fog venni, tudod, hogy mit mondok neked, hanem bekusolhatsz és húzzál vissza a lyukat. Menjél most már, akarok neked hozni holnapra, minden szemre külön fújok tejszínhabot, belemártom a keserű csokiba egyenként, ha ezt kell neked. Mit tegyek még? Hamut szórjak a fejemre? Nem, csak előre kellett volna figyelni, hogy emberi legyél másokkal is. Ne, sót szórjál a csúnyádra. Sót a csúnyádra. Én nagyon szerettem a málnádat. Jó volt, finom volt. Annyit ettem már tényleg alig bírat. Az rúgjál még rajta egyet. Alig bírtam már az utolsó párat, már úgy nyomtam le, majd. Kis gazdám, ez még... Már az orromba is. Edd meg, ezt még megbírod enni, Bali, megbírod, ne csináld. Feszeges az alsodat hazafele. Ne csináld, hogy nem bírod megenni még ezt az utolsó marékkal. Nem, már nagyon nehezen csúszottak, ugye a fáján. Azért milyen istább ez, bocsánat, hogy ha van, akkor az a baj, ha nincs, akkor az a baj. Mindig van valami. Nagy vagy, mindig én járok, jó lesz. Ez hogy van? Hát, tudsz élni. Ennyi. Mindig meglátod a jókat. Ilyen morális kérdésekből itt szétszeditek saját magatokat, meg egymást, hogy miért nem hoztál, azt hittem a tiéd, nem eszem belőle, jaj, nem nyúlok a málnához. És learatod az egészet, a babérokat, a termést. Aranyosan modoroskodtok, én oda megyek és megeszem a málnát. Így van, aztán, hogy mit gondolunk a hátad mögött, az... Teljesen mindegy. Nexus kulcs, megjött. Még nem érkezett meg. Nem tudják a címet, mondom. Emberek, ma abaházi kolléga napja van, köszöntsétek fel, Hege küldte nekem, mit ma Csaba van? Vagy szüli. Nem tudom. Csabának a szülőnapja? Remélem, hoz málná. Vagy valami ajcsit, mi? Sül apukájának van születésnapja, 90. születésnap. Aztán és nagyon-nagyon sok boldogságot, meg jó egészséget kívánunk neki. Na, mit kedves emberről van mit szó. Mit mond az öreg? Mi a hosszú élet titka? Munka? Ez jó. Egyébként tényleg így van. Ez nagyon bölcs az öreg. Ha fontos vagy, és dolgozol, és dolgozhatsz, az életben tart. Ő nagyon aktív, még mindig. Mit csinál? Dolgozik. De mit? Tudjuk? Mindenféle kertész? Régészkedik. Az jó, azért soha el nem múló meló, nem? Bárhol lehet érdezni, hogy mindig van esélye, hogy találj valamit. Keresgélsz. Nem lehet kiregedni, nem? Meg ha nem is találsz, ugye maga a kapétgálás, az hosszú ideig eltart. Igen, legfeljebb nem jön be. Egy csak te van. Ez egy kis...
Ás. Ő ásos régen. Ő ásos, na, ásos de ha talál régen valami kis ízé kincsecskét, azt nem ecseteli körbe. Én ezt úgy nem, mert ez már feltűnő. Csak gyorsan berakja a kis ízébe, szimacatra. És majd otthon ecsetel. Kemény, jó. Ez jó melom. Na, azt mondja, hogy gyorsan közlekedjünk egy picit. Megnézzük, hogy mit írtak nekünk hallgatóink. Hegyeshalomnál személy forgalom számára szabad az út, 7-kor kamion 2 kilométeres a sor. Jelen pillanatban most ez a helyzet, tehát személyautóval még lehet menni. Kerepesen mérnek mindkét feléről a rendőrök, a narancsárga furgon előtt van 2 kamera, úgyhogy vigyázzon mindenki. Soproni határ, Sopron Kőhíra felé egyébként könnyen kikerülhető. Aha. Hogy jól lehet haladni. Hegyeshalom tökéletesen járható, így van, ezt mondtam. A praktikára szemben a Lurdi háznál, az egyes villamos sineknél MBM 525 rendszám pihenget, ha valaki keresné. Miklós Béla Miklós 525. Jó? Csak azért, mert Miklós Béla Miklós, nem, hát nem értettek. Jó, tehát ott van a Lurdi háznál a praktikára szemben az egyes villamos sineknél a rendszámotok. Nézzétek meg. Miklós Béla jelent. Miklós. Miklós Béla Miklós 525. Aha. Az valami menőrendszám, hát MBM 525. Az igen, az lehet, biztos, hogy ilyen kért rendszám, igen. Hát érted. Igen, most pont az M-nél vagyunk. Szoktatok azon gondolkozni, hogy mi van, ha elfogynak a lehetőségek, akkor sokszor mi van? Biztos volt. Nem jutott ez még eszetek meg? Mikor elnél jártunk, anya, akkor már... Anya, mi lesz, hogy jönnek az új kocsikra valaha? Mert ugye már M-nél vagyunk. Ez azt jelenti, hogy visszamenek, az összes lehetőség elfogyott. Hát valószínűleg más kombináció lesz, tehát nem a 3 betű 3 szám. Egyébként, amikor ezt bevezették x évvel ezelőtt, akkor nagyon, igen, de nagyon sokan mondták már, hogy ebből baj lesz, mert hogy egy más kombinációval, ami a németeknek van, hogy több betűszám betű, az nem tud ilyen gyorsan elfogni. Meg már ilyen megyei rendszámokból is elkezdtek gondolkodni, igen. Akkor meg, ha azt bevezetik, akkor megint. Ugye már az M-nél vagyunk, tehát már kevés van, és utána szépen zabáljuk az összeset, akkor újraindulunk. Ugye úgy volt, hogy 2 betű 4 szám, az volt régen. Ugye? 2 betű 4 szám volt régen. OT1326. És akkor azt váltották erre a 3-3-asra, hogy miért, azt senki nem értette. OT1326 így megvan? Most csak mondtam, hogy minek ősz. Azt hittem, de annak, hogy mondtam, ez milyen jó lenne. Ez milyen jó sztori. Az első autónak az első rendszáma annyira beégett, annyira örültél neki, vagy annyira jelentős esemény volt ez az életedben, hogy így megmaradt. Nem, az oldtimer kocsik, nem. Ja. OT, ugye az így indul. Azt hiszem, hogy OT 0012, egy kis pocki. Nem, azok az oldtimer kocsik. Szóval akkor mi lesz utána? Hát utána megint váltunk, és akkor valami új rendszám lesz. Amikor így elhagysz egyet, de a másik megvan, mint például a Miklós Béla Máté, akkor le kell újra vizsgáztatni a kocsit, vagy azt az egyet legyártják? Hát akkor bemész szépen az okmányirodába, és akkor kapsz egyet. Igen, csináltad. Gondolom, csinált a C-rendszámot, sőt, az egyikkel még talán járhatsz is. Igen, hogyha csak elől van. Vagy elől, vagy azt hiszem valami ilyen, hogyha van elől, akkor hátra kiteheted. De az nem jó, ha előre teszed ki. Nem, nem, most nem akarok hülyeséget mondani, mert már mondtam sokat. Mert nem érdekes, hogy állandóan tolatsz. Na, jó, de. Nem jó, hogy, igen, hogy tolatsz. Gyanús. Hogy tolatsz, mész. Mert az volt, hogy le kell újra vizsgáztatni a kocsit, meg én ilyeneket is hallottam. Azért az egy ciki. Igen. Ez megy egyébként még ezzel a lopott rendszámmal tankolás? Az még menő? Hát egy darabig csináltuk a Balázsra, de azt mondtad, hogy csináljátok. Csinálját. 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 Még nyomjátok a Mónival lőrincet. Hatékony, csak hogy menő-e, mert ha menő, akkor még az egy plusz rágyapát. Igen. Szerintem ezt még sokan csinálják. Hát lekaptak egy rendszámot, elmennek tankolni, aztán kész. Persze. Menő. Ezen a kukoricás történeten gondolkozom, amiről már beszéltünk. Pedig nem is ettél. Velem ne kukoricázz. Na jó. Szóval, hogy, nem, hogy milyen jól szól ez önmagában, hogy kukorica címerezés. Jól hangzik. Jól hangzik. Maga a nem kukorica vagy a címerezés? Nem, a címerezés. És azon gondolkozom, hogy nyilván baromi sok olyan kifejezés van, vagy szó, ami az adott tájra, tájegységre jellemző, de alapjában jövő egy hétköznapi pesti embernek tulajdonképpen fogalma nincs, hogy mit jelent. Igen. Nem így van? Mondjuk a címerezés az, az mindenhol. Ez milyen jó, milyen szépen szól, hogy kukoricát címereztek, igen, szegény vattonyai diákok. Ugye hát az esetnek van egy szomorú apropója, hogy idegméreggel permetezett földön tették, mindezt behajtották őket. És addig szép, meg addig szorokodhat, amíg be nem állsz egy ilyen 30 hektáros táblába, tudod, igen, és akkor nem látod a végét. Gyerekek, akkor ez a projekt. Igen, 142 gyerek került kórházba, de most, nem, igen, de most nem, erről nem erről beszélünk, tehát nem mossa össze senki ezzel, mert nem ezen nevetünk, ha értitek, hanem magán a szón gondolkoztam el, hogy
hogy milyen érdekes lenne az, egy kísérlet, hogy elmenni például Észak-Nyugat-Magyarország, Dél-Magyarország, Kelet-Magyarországra, és meghallgatni olyan, hogy meghallani olyan szavakat, amit neked valaki mond, és te megpróbálod úgy kitalálni, hogy egyébként valójában fogalmad nincs, hogy ez mit jelent. Csokolom, halabudi, ott a szecskavágó mellett. A jó, ma menjek, de tényleg, így, és mivel ugye nekünk hát nagyon kiterjedt, hál' Isten, népes hallgató táborunk van, így tudunk tőlük, tőletek olyan szavakat kérni, amit lehet, hogy ti, mert azért ti éltetek vidéken, bár én nem szeretem ezt a szót, Budapesten kívül, kisebb falvakban, településeken, én nem nagyon. Biztos van egy csomó szó, amiről az ember nem tudja egyébként megállapítani. Igen. Ez mit jelent, milyen tájegységből jön, mire gondolhatnak vele, ez egy bútordarabot jelent, hogy tedd oda kisfiam, amikor a nagypapa odaszól az unokájának, vagy egy ételt jelent, vagy akár a krumpli olyan elnevezése, amit a büdös életben nem hallottál, nem? Hát ez olyan szép a ez a népi folklór, és hogy mennyire... Azt nem gondolom, hogy kihalóban van, de itt Pesten mi ezeket nem használjuk. Nem, nálunk sok minden nem használjuk. Mert most nálunk per pillanat, mondjuk Földes Ádám a góri. De vidéken kukoricát tárolnak benne. Bizony, bizony. Földes Ádám van? Nem, a góriban. Hogy mi vidéken minden Ádámon kukoricát tárolnak. Azt értem például, hogy abból hogy lett. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi az eredet a góri kifejezésnek. Ennek azért értem, slangnek. Hogy az Ádámban hogy lett főleg. Jó reggel. Kis papírdarabbal, hogyha leragasztod a nyakadat, nem bérzik annyira, mert most nyilván megvágta magát a borotfa. Igen, aki megállt a borotfa kezébe, tudta, hogy egy pillanatra. Szóval, hogy a góré... Igen. Az a kukoricatárolásra. Na tessék, tegyetek próbára. Na, én nagyon-nagyon pesti vagyok. Tehát én nem tehetek erről. Uh-huh. Jó, hát nem tehetek róla. Hát van mindenkinek a hibája. Én voltam sokat vidéken, de nem ott nőttem föl. 2 évet laktunk Pécset, aztán följöttem Pestre. Följöttem. Fölhoztak akkor még. Fölhoztak. Igen. Na tessék. Mert nem találtad elők a közös hangot. Ki most álljád a fír hangot? A fír hangot? Fír hangot kimosta. Milyen? Most a függöny. A fír hang. Az előbb hallottam a fír hangot, és úgy felüljött. Nem szoktam belőle, nem jönnek fír hangok. Nem volt mit kimosni, vagy ha jönnek is fír hangok, nagyon tisztán teszem. Nagyon tisztán teszem. Teszem mindezt. Fírhang, igen, egyébként ezt hallod, ez függöny, ezért ezt így lehet tudni. Az a kislány ezt így mondtátok, hogy fírhang? Persze. Igen, azt hiszem, ez német eredetű egyébként. Az a kislány megcsinálta a csurkáját? Én nem tudom, de én megcsináltam neki a csurkáját, csak rám nyitott az apja, és ezért futni. Ezért futni. Megcsinálta a csurkáját? A kislány megcsinálta a csurkáját? Csurka, mi a csurka? Ezt nem tudom, de jól hangzik. Hát egy nagyon tehetséges drámaíró volt, csak utána elkezdett politizálni, az már nem volt annyira sikeres nézni. De megcsinálni a nekem nincs bajom a politikával, de azért a mi épp a jettet, szóval... Ezt azért nekem elég. Azt akkor beívott, akkor nagyon elkezdett komcsizni. Én nem tudom, hallottam, hogy voltak egy-két ismerős, hogy mi épp gyűlésen, hát ott szörnyű dolgok hangzanak el. Nem tudom, az mit jelent. Cof. Az a cof, tényleg? Az a cof, aha, a csurka, ez Debrecen és környéke. Szofját. Igen, egyébként onnan nagyon sok ilyen van, hát a tankcsapda most bele is írta, ugye, a pustulahó az új dalába, amit mi mutattunk be, mert mi a címe. A legyen rockszer, igen. A címe, így van. Így van, és abban az van, hogy télen itt nálunk pustulahó. A pustulahó az azt jelenti, hogy amikor kavarja a nagy szél a havat, tudod, ilyen nagy szemekbe esik, elkezd fújni a szél, és így elkezd szinte ilyen örvényszerűen menni a hó, az a pustulahó. Pustulahó? Azt nálunk is ezt így mondják. Milyen szépen szó ez, hogy pustulahó. Furika vittem a kukát a meccsre. Az a talicska. A furika talicska. Az a furika, azt ismerem, az a talicska. Hát akkor a makukát meg itt a viszed, így van. Makuka. De felétek is egyébként makukáznak, vagy pedig, mert ez egy ilyen borsodi? Ez borsodi. A borsodi szleng. Borsodi bíkisben nincsen. Miből indulva, hogy tök máshogy hívják, mint a szotyola? Makuka. Tehát teljesen más, nem? Ott igen, tehát oda nem azt mondjuk, hogy mit itt mondanak, hogy a szotty maga töki. A makuka a töki. Maga töki. Azt, hogy ti a töki. Igen, tényleg, mint egy Fradi meccsen régen. Talán még most is, nem tudom. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk. Oda írhatjátok nyugodtan a jelentést, csak úgy kíváncsiságból tényleg, hogy ti mire használtok, vagy mi helyet használjátok. Hogy mondjátok ezt vagy azt? Nem feltétlen kell a megfejtést elküldeni, de nem biztos, hogy tudni fogjuk. Tehát érdemes zárójelbe oda tenni egyébként, hogy mi mit jelent. Mert nagyon klassz szavak vannak egyébként, és tényleg, hát ezt itt Pesten azért az ember nem nagyon használja. Nem. Én legalábbis keveset ismerek ebből. Ez ember, amire érdekel. Az egyik kedves hallgatónk írja, tök igazán, nekem sokáig egy ilyen nagy kérdőjel volt a levonó. Azt hogy tudom. Az mi? Igen. Hogy az mi?
És akkor így, hogy aztán valaki felhomályosított, hogy ez a matrica. Csak vedd meg az elevonót. Nem, hogy ezért. Autópálya levonót? A lőrész kavaszak is levonó. Kavaszak is levonó. Hát emlékszem, volt ez a nagyon klasszikus ilyen kavaszaki felvarró, meg matrica, amit a rockerek előszeretetlen ragasztottak fel mindenfele. Úgyhogy felvartad a kabátod, életedben nem láttam még kavaszaki motort, de természetesen mi van, hogy ilyen szárnyas volt, tudod, hogy hú, de jó menő, és akkor nagyon jól fog mutatni az Except meg a Szoszián mellett. És abból volt levonó is. Jó kis levonó, ilyen. Na, írjátok meg nekünk, hogy tényleg ti mit mire használtok, jó? Ez tényleg lehet akár tárgy, vagy állat, ruhadarab, bármi. Ha máshogy hívjátok, akkor csak úgy kíváncsiságból küldjetek el nekünk, hogy hagyd tanuljunk mi is meg egy-két szép szót, hogy mit hogyan hívnak, vagy a szüleitek, vagy a nagyszüleitek, amit már esetleg ti sem használtok, de hallottátok szülőktől, nagyszülőktől. Jó, 7:30 pontosan, egy perccel várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva itt vagyunk. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, szerda van. Ezt nem tudom, miért mondom el mindig. Talán, hogy adjak egy kis lelki fölösséget. Túl leszünk. Túl leszünk majd ezen a szerdán. Lehet, hogy csak magamat nyugtatom, nem tudom. Ez egy csoportterápiás jelleggel magamat és a hallgatókat is. Nem, tényleg, ez egy picit ez egy undokabb nap. Ugye, hogy valahogy... Miért? Már látod a végét, itt már átfordult. Ha undoknapot kell keresni, ez a kedd. Az a kedd az undok? Hétfő kedd. A szerdán már nem, ott már benne van, hogy ma este már az egy levezető, hosszú lépést megihatsz, mert az már átvisz a csütörtökbe, ami ugye kispéntek. Nem, most azért valljuk be őszintén, mi azért kicsit így démonizáltuk ezt a szerdát. Tehát, hogy a hét péntek 13-ája, komolyan mondom. Tehát, hogy... Igen. De nem tudom, akkor lehet, hogy csak nekem nehéz. Na, viszont egy érdekes témánk van, arról beszélgettünk, hogy milyen jó azt hallani, amikor az ember olyan szavakkal találkozik, amit nem ismert, mert egy-egy szó talán egy-egy országrésze tájegységre jellemző. Ugye itt azok batonyai diákokról beszélgetünk, szegények, akiket ugye bezavartak a kukoricásba, címerezni. Az esetek van egy szomorú következménye, ugye, hogy hát kórházba kerültek, mert hogy idegméreg volt a kukoricán, de most nem erről beszélünk, hanem magáról a címerezésről, és arról jobbulást kívánunk a diákoknak nyilván, hogy milyen szép, amikor az ember egy olyan szót hall, és a címerezés talán azért még a közhelyesebb szavak közé tartozik, amikor valakik valahol használják, de te nem is biztos, hogy tudod, ismered a jelentését. Viszont jó hallani, hogy vannak ilyen szavak is. És arra kértünk meneteket, írjatok nekünk ilyen szavakat. Tényleg, hogy hívjátok nálatok a kakast, az állatot, a jószágot, vagy különböző tárgyakat, mindegy. A lényeg csak, hogy halljunk egy-két olyan szót, amit talán mi se ismerünk. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok, Andrea vagyok. Andi, honnan hívtál minket? Andi. Biatorbágyról. Hát az nincs is nagyon messze tőlük egyébként, Biatorbágy. Az nincs. Na, és akkor játszunk ilyen, fejtsük meg, hogy mit mondasz játékot? Igen. Na. Arra gondoltam, azt kérdeztem tőletek, hogy mit szeretnétek jobban, bilingérezni vagy lécskázni? Én lécskázni. Nekem a lécskázás nagyon tetszik. Én szerintem az házas emberként sem cikít. Nem, az egy bocsánatos bűn. Igen, szerintem néha kell. Mi volt az első, Anni? Mit mondtál? Bilingérezni. Hogy mit jelent? Bilingérezni vagy lécskázni? Így van. És ezeket ott egyik jobb, mint a másik. És ezt te hallottad valahol nagyszülőktől, szülőktől, vagy ezt ti használjátok? Én soproni lány vagyok, ott lécskáztunk, de kiderült. Fonyódon éltem 25 évig, és ott bilingéreztünk. Tehát akkor gyakorlatilag ugyanarról van szó, csak más tájjellegű szóval. Majdnem. Aha. Szabad a gazda? Abszolút, itt ülnénk 10-ig, és hallgatnánk nagyokat, nem tudjuk, hogy ez mit jelent. A lécskázás az az elmaradt szőlőnek az összeszedegetése szüret után. Aha. Tehát a földre leesett, vagy amit még nem szedtünk le? Ami elbújt a levelek között, és megkeresi az utószedő, és még összeszedegeti. Ebbe lehet csipegetni, eszegetni. Ez a lécskázás. Így van. Tehát menjél ki egy kicsit a szőlőbe lécskázni. Így van. De jó. Érezni a kukoricaföldön szoktunk. Aha. És ott mit csináltok? Ugyanez. Az elmaradt kukoricacsöveknek az összeszedegetése. Aha, tehát maga a tevékenység ugyanaz, de mégis tök más szóval. Így van. De jó, nagyon jó ilyeneket hallani. Hát az ember a büdös életben nem jön rá erre magától. De hát minden esetre jó ezt hallani. És ezekre te így emlékszel, vagy ezeket még most is használjátok, szó?
Hát már nem használjuk, már nincs se szőlő, se kukorica. Úgy azért nehéz, igen. Köszi, hogy elmondtad. Mondjad? Volna még egy kolléganőtök kérdezte, hogy van-e még valami más. Na hát közben eszembe jutott, hogy annak idején a dédi papa kérdezgette, hogy mi legyen a desszert. És föltett három variációt. Az egyik volt a mákos gibanica. Persze, a túrós lepcsánka és a diós gulásztag. A túrós kalafantyú. Aha. Túrós kalafantyú. És a lekváros hikidorkli. Hikidorkli? Hát ez már csak ilyen saját szemekben. Jó, de ezek nagyon tetszenek. A hikidorkli kifejezetten tetsz. Tudod, hogy ebből kettőt azért beazonosítottam. Komolyan? Hát a mákos gibanica az teljesen egyértelmű, azt szerintem Feri tudja. Mákos tészta? Vagy mi a guba? Ja, guba. Guba. De jó, gibanica. Mákos gibanica. Aha. Nagyon jó. Gibanica. Guba. Gibanica C-vel vagy T-vel? C-vel. Gibanica. Gibanica. Aha, nagyon jó. És mi volt a másik? A túrós kalafantyú. Na, igen. Jó, ezt te találtad. Ja, Istenem, ezeken sírok, ezeken ezt én imádom. Túrós kalafantyú vagy kalafantyú? Kalafantyú, ez egy sváb édesség. Túróval töltött zsemle. Hú, de szerettem anyukám csinálni gyerekkoromban. Az de jó volt. Igen. Na, hát már csak a lekváros hikidorklit kéne beazonosítani. Persze, meg egy jó kis vanilyás potyvanilyát. Ha valaki tudja, és neked is mondja meg. És az almás pletyempért. Az almás pletyempér a kedvencem egyébként. Az nincs is jobb egy jó kis körtés glaboskájnak. Rendben, receptet kérem. Igen. És a répás csuhájszta az viszont annyira finom, hogy... Istenem. Na, és a harmadiknak van jelentése egyébként? Vagy az, hát, azt nem tudom, úgyhogy aki tudja, az mondja meg nekem is. Mondd még egyszer, mi volt? Lekváros hikidorkli. Hikidorkli, ilyen nincs, ez keres már eljön. Úgy, szeretem, lekváros hikidorkli. Nagyon jó, köszi, hogy elmondtad. Hát én köszönöm. Puszilum. Minden jót nektek, szép napot. Nagyon szórakoztató volt, köszönjük. Lekváros hikidorkli. Nagyon jó. Egy kis stresszelt göszencsérrel. Almás pölönypére. Itt van. Itt van még egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Sziasztok. Hello, na segíts nekünk, illetve adj föl feladvány, megpróbáljuk megfejteni. Akkor először is tracskos. Hogy? Tracskos? Azért így ne beszélj velünk, légy szíves. Ezt kikérem magam. Sok minden mondtak rám. Nem Várjál, ez milyen megye, vagy milyen tájegység? Vagy Borsod. Borsod, és ott használjátok. Aha. Igen. Nem tudom, szabad a gazda, abszolút. Tracskos, nem tudom. Tehát ez egy ilyen vászon, olyan, mint a zsák, csak van négy füle, és ezt ugye a házba szoktuk hordani benne a borsó, szénát, ilyeneket. Aha, tehát ez maga tulajdonképpen a zsák, tracskos. Hát igen, de nem zárat, tehát ez ilyen, mint egy lepedő végül is, és akkor van négy füle. Aha, magatokra veszitek, és azon lehet vinni a borsod meg a krumplit. De jó. Igen, akár, igen. És mi van? Még egy kaja is. Na, egy a kajákat nagyon szeretjük. Na, Ferinek például bobájka. Micsoda? Bobájka? Bobájka. 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 Na, azt mire mondjátok? Segíts egy picit. Mi a bobájka? Feri se tudja. Nem. Fogalmam hát ez, nem Feri vagyok borsodi. Igen, hát ez azért így nehéz kitalálni. Nem, bobájka. Mi a bobájka? Karácsonykor szoktuk csinálni mákos kiflit. Mákos kifli. De jó. Ha? Az a bobájka. Hát a büdös életben nem jöttünk volna rá. Lacikám, köszi, hogy elmondtad. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Ciao. Köszönjük. Sziasztok. Hello. Bobájka. Mi volt az előző? Mi volt a... Kikidorli vagy? Az fiasz, nagyon szerettem. Főző tudtam írni annyira elő. Kikidorki, legváros kikidorki. Na, gyorsan még egy-két SMS, mit írnak a hallgatóim? Nagyon-nagyon sokan szóltok hozzá a témához. Azt mondja, hogy... Édesanyám egyszer egy fincsát kért tőlem a konyhába. Félőrát szakadtunk a rögésre, mire kiderült, mit akar az a bögre. Persze. A Heves megyében, ez a védőnéni küldte nekünk. Fincsa. ezt nem az? De. Meg a izére is mondják a régi forralót. Igen. A vízforralóra. Vízforralóra. Igen, te a teás bögre vagy teás. Igen. Aztán kérdezi egy hallgató, hogy a kágyilló az megvan-e? Kágyilló? Kágyilló, igen, az vas. Zala. Vas, igen, és mesztelen csigáz. Az mesztelen csiga, a kágyilló. Kágyilló, ott van két kágyilló. Kígyónak, kicsi legyen kágyilló. Kágyilló, ez Gábor küldte neki. Nyírségben használják a dücskő szót a tuskó helyett. Beletyó Újfalú környékén a Szotyit morgónak hívják. Morgó. Nálunk uszu.
Uszu? Uszu. Uszu a szotyi. Uszu. Uh-huh. Uszu, igen. De ez vajon hogy jön, hogy morgó meg uszu? Morgó, uszu, makuka. Hogy lesz ez? Nem tudom, de mi uszusztunk. Apukám mondta egyszer a kapaszkodj bele helyett, hogy csipeszkedj bele. Valami vasi mondás lehet ez is egyébként, csipeszkedj bele. Szabolcsi nagynénémik az okostelefont kaparónak hívják. Azt miért kaparó? Miért hívják kaparónak? Igen. Ugye a pálcikás ékérem a botra fagyott, azt ismerjük. Igen. Jó ide, a botra fagyott. Azt mondja, hogy a hoplér, Bogyó küldte nekünk a hoplér, a sok helyen például a vágódeszka. Hoplér vágódeszka, azt nem tudtam, igen. Nagymamám mondta egyszer, menjél már ki a színbe színért. A színbe színért az azt jelenti, hogy a fáskamrába szénért. Ez egy Békés városból való tájszólás egyébként. A színbe színért menjünk ki. Nálunk a cipőre göcsöt kötünk, és nem görcsöt vagy csomót. Középiskolában mindenkit kikészítettem ezzel, ugyanez az étel, és ez Áron küldte nekünk. Göcsöt kötünk a cipőre, ezt sem tudtam. Csiri piszli, vagy csiramáli, ez az édesség, ha nem menne, akkor a Google segít. A mesztelen csigát nagyon sokan, sokan elküldték nekünk, igen, hogy ez a kágyilló az a mesztelen. Kágyilló. Igen. Heves a minden fain. Jó, hát azt mi is tudjuk, köszönjük. Igen. Azt mondja, hogy Balázs, mint Borsodban szeretjük a makukát, a kenyérdumójót, a pulóver süsüjét. Sok sikert, Gábor küldte nekünk Miskolcból. A kenyérdumója az mi, az a vége? Az, az a sercli? Igen, a sercli. Én azt se ismertem. A süsű az meg a kapucni. Süsü. Az a kapucni? Az a kapucni, a pulóver, a süsü. De ez tényleg? Vedd fel a süsüt, mert megfázol. Igen, megfázik a füled. Csak akkor vedd fel a kapucni. Igen. Én bajba lennék, hogy elküldenétek valahova, és mondnátok három ilyen szót, azért ott kapkodnám a fejem, mert nem tudom, mit jelent. Igen. Pesten is vannak külön szavak, a volt például csak nálatok közért. Ez így hát van. Igen, ez ugye közért vállalat miatt volt. Igen, sehol máshol nem közért sehol. A közért. Az, ami közellá... Mi volt a hát, hogy a közért dolgoznak? Az, közeletes értékesítő valami ilyesmi. Igen. Hát nálunk minden közért volt. Aj, nagyon jó. Nálunk még ABC esetleg. ABC. Igen. Magamhoz húzogató, az a gerebje sok helyen, de jó, kamukat ne írjatok. Magamhoz húzogató. Persze. Persze, magamtól tologató meg a tarítsa. Hát meg mit csináltál? Csak magamtól húzogattam. Igen. Nem dolgoztam semmit, csak húzogattam. Hát egyébként jó, igen. Vigyázz, mert nagyon zsizsa. Az azt jelenti, vigyázz, mert nagyon forró. Forró. Igen, zsizsa, forró. Az a zsizsa? Zsizsa. Na, hogy ezt már zsizsához nekem a kármilyen. Úristen, nagyon jók ennek. Azt mondja, ezt többen írják a magathoz húzogatót egyébként. Tehát akkor azt így hívják, gerebje. Nem, hát soha nem hallottam, hogy ezt mondták volna. De? Szóval, már hátra, hozd már a magamhoz húzogatót. Mit? A magamhoz húzogatót. Hozz a gerebjét. Úristen, de jó. Na jó, van, köszönjük szépen. Rengeteg van egyébként, tízig tudnánk mondogatni. Nagyon-nagyon jók jönnek. Köszi, hogy elküldtétek őket. Máté itt van velünk, akivel már is játszunk. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vásítjellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello Máté! Honnan hívtál minket, Máté? Jelenleg Békés Csabán vagyok, de nemrég jöttem úgy, hogy gyorsan áruterítő. Na! Azt, ami hát miért nem szóltam, mamát haza kéne vinni? Hát hamarabb jelent volna szólni. Oh, te! Mama még mindig nálatok? Be, hát tudod, volt a vizsgálat múlt héten, és akkor mondtuk, hogy mama, nyaralás van. És most észrevettétek, hogy még mindig ott van. És akkor egyszer csak... Mama! Hát maga nem ment haza, drága anyuka. Na, Ferikém, nagyon éhes vagyok már, azért kiülnék ebből a kis kilóból egy. Ennini talált valami? Na, mindegy. Mindegy. Aj, Máté, nálatok is vannak ilyen szavak, amikről beszéltünk, vagy amiket említettünk esetleg? Hát úgy a megyében úgy nem nagyon szóval, inkább így a környéken tudod, hogy Szeged környékén, hát úgy a megyében, hogy itt is inkább Szocsinak hívják, amiről beszéltetek ti is. Tehát szóval amiket említettünk. Felétek akkor nem recsetűnek, meg pocséroznak a utcák, ugye? Igen. Igen. Na jó van, figyelj, de van egy városunk, híres emberünk és egy szólásmondásunk. A várost választom el. Várost választod, jó, indítjuk az órát, fél percet van, figyelj. Ravdlöfanud. Aj, de jól szól ez. Uh-huh. Fú, kérhetném még egyszer? Mutatjuk. Ravdlöfanud. Na, lejár az idő.
Ha még egyszer meg kell, hogy mutassuk, kiveszük a bögrét, te döntsél. Rávda. Legyen még egyszer? Igen, igen. Rávd le fanud. Na, nem egyszerű. Fanud volt a vége. Igen. Fanud. 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 Rávd le fanud. Ugye így mondta. Tehát fanud. Du. Fanud. Ugye ez a Dunaföldvár. Dunaföldvár lett volna. Rávd le fanud, így mondta. Dunaföldvár. Hát majd legközelebb. Hát a fanud az, igen, ha fanudot az ember visszafordítja, az már akkor ott kijön, és akkor úgy talán egy kicsit egyszerűbb lett volna. Hát okay. A legközelebb majd összejön egy jó zó. Az mi? Ó. Az ez picit egyszerű. Ja. Igen. Teljesen lefagytam, nem értettem, mit mondasz. Oké, hát Mátikám, ez most nincs meg. Köszi a játékot. Köszi szépen. Ciao. Hello. Hello. Mi volt túrós, mi volt? Nem már nevettem. Hiki Dorli. Igen, legváros Hiki Dorli. Én nem találtam meg egyébként. Persze, szerintem megvezettek minket, nagyon csúnya. Mind a hárommal, amit mondod. 3 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Be kéne nyomnom magam úgy könnyen. 8 óra után vagyunk, 11 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a klasszom egy-két friss közlekedési hírrel. Egyébként viszonylag kevés ma reggel a közlekedési hírünk. Ebből én mindig arra gondolok, hogy... hogy akkor minden rendben van. Uh-huh. Senki trafi, nincs nagy baleset, nincs nagy lezárás. Hát az M1-esen, igen, a határátkelőnél szívóznak még mindig a labancok, de hát tudjuk be. Szívóznak? Szívóznak a labancok, de tudjuk be ezt a 2-0-nak, úgyhogy hamar túl leszünk. Aha. Ezen, szerintem. Előbb-utóbb csak belenyugodnak ebbe, hogy... A labancok egyébként azok az osztrák párti magyarok. Tehát azok nem az osztrákok. Na? Ezt is most kell megtudnom? Uh-huh. Ezt is most kellett elmondanod? Tessék, ennyi év után. Ez rosszul épült, de a köztudatban. De úgy épült, de a köztudatban. De most kell neked okoskodni, amikor használja? Érted? Nem tudod ezt holnap behozni, hogy képzeljétek. Amíg belesik a csomdába. Amíg végre bele tudod. Mert a köztudatban egyébként így vonul be. Nem, hogy az osztrákok, de nem osztrákok, azok, akik ugye császári párti magyarok. Semmi baj, mocskos állókocskai. Számlát leadtad erre a hónapra. Kicsit fog az utalásod, ja, a hónap közepén érkezik, de lehet itt okoskodni, meg itt érted álműveltséget villogtatni, csak hát aztán lehet itt aztán feltűnősködni, meg nem tudom érted, csak aztán nehogy csúszson az utalás. Wikipedia. Nehogy aztán játsszuk az eszünket. Megcsúszson az utalás. Villogunk a törin négyesse. Na. Bács kirapott egy képet az Instagramra. Igen. Amin én vagyok. Elhatárolodom tőle. Megnéztem a képet. Ennél szánalmasabban még nem néztem ki. Pedig azért már volt egy-két alkalom. Tehát, hogy egyszerűen nem hiszem. Soha nem fogom ezt az utat választani. Tehát, hogy csak azért, hogy jól lássuk, én nem fog felvenni egyetlen szemüveget csak. Felének a szemüveg, jól néz ki. Rajtam nem. De rajta. Győződjetek meg róla. Nem a szemüveggel van a baj, a mosollyal van a baj. A vicc. Igen, ugye tegnap fölpróbáltam, hogy rossz a szemed, és mondtam, hogy próbált fel Feri szemüveget. Én aljasson, hogy gyorsan lefotóztalak, ki is dobtalak az Instára, és szavaztatok most rólad, hogyha piros gömböt küldenek, tetszel neki, ha kék gömböt, akkor nem. Hogy állunk? Egyelőre a piros gömbök vannak többségben, úgyhogy mindenkinek bejön szemüveggel. Van egy nagyon kellemetlen kék gömb. Picit ilyen hízi, a pajzán docens. Tök jó. Tényleg úgy nézek, docens. A pajzán diri. A pajzán diri egy belépővel a nyakában. Aki várja fiatal, hogy is mondjam, hát aranyos, kedves, az ötösért mindennek tevő kavaszlányok jelentkezésre. Megadhatom az ötöst, kislány. Igen, de akár ez át is mehet. Igen. Ezzel a teljesítménnyel. Akár meg is lehet bukni. Akár ötös is lehet. Ez az év záró. Körülbelül ilyen fejed van. Na, de egyelőre úgy látom, hogy azért jönnek a piros köröcskék, úgyhogy ez működik. Na, szóval azt ígértem, hogy elmondom, mi a helyzet az utakon is. Ezzel kicsit elmaradtam, de mondom. 67-esen Bőszénfán mérnek 30-as táblánál Robika. Köszi, hogy elküldted. M5-ös Kecskemét felé 56-os körnél kigyulladt egy autó, lassul a forgalom. Reméljük, nincs nagy baj.
M3 a Szerencs utcánál befelé a belsősában koccanás, belerongyoltam az előtte lévőbe, nagy dugó lesz, nem fogom elismerni. De legalább megírja. És közben így megírod. Igen, hogy nem fogom elismerni. Tehát hátulról belerongyolsz, valakibe elnézést kérsz, és azt mondom, nem fogom elismerni. Még nehéz nem elismerni, tehát hogy ezt a rendőrt hív valaki, akkor ott ugye az van, hogy te nem tartottad meg a követési távolságot. A legtöbb esetben hátsó hívás, igen. MBM 525, rendszám, ha valaki keres, itt van a Lurdi háznál a praktikerrel szemben. Sopron határa, kocsisor már több mint 10 kilométeres, aki teheti, kerüljön. És Sopron kőhidai határ is elesett, összefüggő kocsisor és araszolás. Araszolás vár mindenki. Morning Shot akarok hallgatni, Nagy Kanizsán csak sistergés van, most az egész délőttön pafra ment, már a második napja, írja nekünk Reni. Na, akkor Gyula foghatja a szerszámos ládát is, hogyha befejezte a nyaralásos sztoriknak a mesélgetését embereknek, akiket ez nem érdekel, mehet le Nagy Kanizsán. Mászol fel a Nagy Kanizsai adóra. Igen, és állítsa be a frekvenciát. Még most, aki SMS-t írja, honnan tudja, hogy üzentünk neki, sehonnan, nem? Majd átadják neki. Adjátok át, hogy úton vannak embereink. Meg fogják csinálni. Igen. Nagyhegyes és Balmazújváros között a Keleti hídnál van egy trafink, ez pedig Pisti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szilic vagy Szederer? Ezt írta valaki. Kérlek szépen, ez egy nagyon-nagyon szép kérdés. Na, de hát nem is érdekel bennünket. Ezért. Vagy... Na, de kire fogadjak? Féderer, tedd meg. Igen? Szerintem behúzza. Ja, most értem itt. Csilics, Csilics. Így igen, jó, Csilics. Okay. Szederer. Okay. Így vagy Féderer, ugye ma játszanak, nem is tudom mikor. Hát, de ha Csilics megveri, az nagyobb ott. Hát persze, most persze. Hát most biztosan mész, hogy nem tudom, milyen Féderer ott egyébként. Te Roger szerintem behúzza ezt most. Én gyanítok valamit. Uh-huh. Érzek valamit. Köszönjük ennyit a teniszről, következő topik. Ha most nem húzza be Wimbledont, soha nem húzza be Wimbledont. Igen. Van neki már Wimbledonja? Ó, egy pár. Igen? Hát igen. Akkor már minek húzná be? Hát most van három, már minek a negyedik? Wimbledon királya. Igen. A fehér herceg. Igen. És hát ugye egy okoki eset, Nadal nincs, úgyhogy megtippelek egy ilyen Murray Federer döntőt. Erre tenném meg ott. Igen? Igen. Az benne lehet. Ha nem egy ágon vannak, de én azt hiszem, hogy nem egy ágon vannak. Na mindegy. Még ágak is vannak ebben. Hát, igen, ágak. Igen. Nem is értem ezt az egészet. Sopron kőhíde most már simán járható ebben a pillanatban. Kaptuk a helyesbítést. Köszönjük szépen. Sopron kőhíde. Ott nem voltam, viszont a Balatonról akarok nektek mesélni. Mesélj a Balatonról. Nem. Milyen a Balcsi? Én még idén nem voltam. Finom, nagyon finom, nagyon puha, meleg, bársonyos. Puha, meleg, bársonyos és kék. Senki nem gittelt bele? Hát azt nem tudom, nem látszott legalábbis. Hát. Tehát nem azt akarom nektek elmesélni, hogy úsztunk és jött a git. Traumatikus gyerekkori élmény. Tényleg, amikor bemész fenyvesen a kis bratyoddal, úsztok, és egy ilyen zílbelső méretű pufajka így elúszik mellett. Az úgynevezett követő kula. Egyébként meg a hullámokon úszik utána. És oda a fürdőzésed, oda a jó kedved, oda a gyermekkorod, a naivitásod. Lebuksz, és csak reménykedsz benne, hogy nem követ. Igen, az emberségbe vetett hited, minden megalázottan megtépázva kimész a partra, és lejutsz a szüleid mellé, és üveges szemmel néz. És soha nem felejtem el, hogy nem egyszer jártam így, hogy vidáman szelve habokat szaladsz bele a déli parton, hogy végre egyszer kicsit megnyíljön. Megnyíltam képeslapon. Úttörőtáborom, majd hazaírtam, megírtam rajta, hogy így van, minden nagyon jó, csak örülnék neki, hogyha nem kuláznak. Száros a víz. De tényleg? Tehát, hogy emberek szerintem ellenállhatatlan vágyat éreznek, hogyha bemennek a nyílt vizek, letolják a gatyájukat, és ott végezik el a dolgokat. Tehát, hogy a kutya is intelligensebb ennél, komolyan mondom, mert egyszerűen nem teszi ezt meg. De az és a Balaton a gyerekkoromban nem egyszer történt meg, hogy egy ilyen zilbelső, ilyen uszályszerűen, nasszátszerűen így elhasított mellettem. Tehát, hogy azért és ott tényleg nincs kedved tovább fürdeni. Tehát az olyan, mint amikor kiülsz anyád mellé, mert amikor megjön apád, és 10 órakor föloltja a lámpát egy házi buliba, és utána már hiába oltjátok vissza, az a buli meghalt. Ilyen a Balcsi, amikor egyszer csak mellé dúszik. Valakinek a renitens. Hogy hívtuk? Renitens mi volt? Várjál, mi volt? Renitens, nem tudom, mi volt. Hogy nem akarok túl sokat ugrálni ezen a kaki témán, mert nem erről akartam beszélni, de az tényleg úgy zajlik, hogy valaki fürdik és nem rájön. Más, én szerintem nem tud más, hogy rájön, biztos nem a kió csatornán. Én szerintem egész egyszerűen ennyi. Hogy szól az anyának, mama fog meg a gatyómat, leveszi a gatyóját. Én egészen biztos vagy. Figyelj, most mi történik? Nézzük meg gyakorlatilag. Bent vagy 3 kilométer a déli parton. Igen, amikor annyit menni kell. Tudod, hogy baromi nagy sor a fenyvesi strandon a budi előtt, ráadásul nem is annyira diszkrét, mert most gondold el. Most gondold el.
egyébként meg te ott egyedül vagy. Aha. Megteszi. A magyar ilyen. Vele nem szórakozik senki. Nem. Ha jönni kell, akkor, ha jönni kell, akkor jönni kell. Sajnos ilyen. És én nem és egyszerűen. És feljön, mint egy mentőkapszula. Megérkezik. Ugye gáz tartalmaz általában, tehát ő igen. Azért úszik. És aki... Na jó, igen. Ez most már tényleg sok. De beszéljünk a renitens, ja. Nem tudom, igen. Mi volt. Renitens, aki, nem tudom. A, ugye a renitens akármicsodára. Valaki küldje, hogy hogy hívtuk régen, aki renitens mi. Beleengedi a vízbe. Rebellis hurka. Rebellis hurka. Például hogy lép le a rebellis hurkától? Hát, nagyon egyszerű technikája van ennek egyébként. Nekem mesélték. Állattól függ. Na mesélj csak! Megvan! Ezt nekem elmesélték, hogy ez hogy kell csinálni. Egy profi. Igen, aki egy hivatás. Igen. Na és hogy? Hogy lépsz el? Te ledobod a fürdőgatyádat, elkezdesz kicsit. Azt mondják, hogy mélyebb vízbe menjél be. Aha. És akkor így hirtelen följössz egy ilyen fordított gyertyába. Na ez hülyeség. Nem, mert úszás közben ugye baromi nehéz a lényeg, hogy lebegjél. Aha. Mert ugye úszás közben azért nem, mert úszás közben máshol koncentrálsz. Tehát fura, ösztönösnek tűnik, ha leülsz a WC-re, de közben egyébként, ha máshol csinálod, baromira kell koncentrálni, hogy elinduljanak azok a pavlovi reflexek, amik megindulnak a rákuporoz a fajanszra. Ott tartunk, hogy a fejem a víz alatt, és a fenekem van fenn. És akkor hirtelen, először egy picit fura, mert úgy a semmi vesz körbe. Aha. Aha. Jó, tehát kint van, és akkor elúszom alul, hogy ne jöjjön utána. Elúszom. Persze, nyilván követ és ordibál. Kisgazdám. Ne hagyj itt engem, olyan magányos vagyok. Egyedül nem jutok át fonyódra. Nyilván szalad utánad a kis rebellis. A kis rebellis. Nem tudom, hát fogalmam nincs, mi a technikája. Nem értem egyébként. Én ennél sokkal szemérmesebb vagyok. Tehát eleve mindig baromi sokan vannak körülötted a Balaton. Na jó, ha bementél 3 kilométer, hát azért jó, ott már nem, de azért, mert ugye a Balcsit mindig úgy képzeld, bemész a déli parton, áll mindenki térdig, és 100 000 gyerek, matrac, hát ott azért nagyon, nagyon bátornak kell lenni, hogy ezt megtedd. Szemérmetlennek, gátlásnak, nem tudom, hogy. Hogy leülsz a gyerekek közé homokvárat építeni. Vagy nem tudom, szörnyű. Tényleg szörnyű. Nem. Igen. Gyermeti éjszakról jön át? De ott is valaki belerakja. Most mi van, délre fogtok menni? Vagy nem, hát éjszaka ugye hamarabb mélyül ott, azért beúszol és megcsinálod. Én nem tudom. Hát, én mondom nekem ennél, ez egy sokkal személyesebb. Hát mindenképpen valami a magányosabb helyet kell keresni. De ugye, hogy ilyen élménye mindenkinek van a Balatonból? Igen. Hogy úszol és egyszer csak ott van. Igen, ott és van. És kettőt csapsz, de óvatosan csapsz, és ha rosszul csapsz, tényleg behúzod az örvénnyel, és jön utána. Hát mellúszásra simán. Hónod alá betereled. Ott azt követ. Jézusom. Sajnos, ez ki kell mondani. Igen, és lehet csodákat látni. És pont arra úszik, a kis hajós flotta, tudod, a füredi vöcsök. Megkerülni a bóját borról. Szívedben. Nem tudom, hát minden esetre kemény. Az ember azért kemény tud lenni. Na mindegy, szóval nem a rebellis. Hát nem a rebellis hurkáról akartam beszélni. Na. Azon gondolkoztam el, hogy ugye mi azért szeretjük ezek Balaton, Velencei tó, Tiszató, mert egy kicsit multidéző. Igen, retro. Nagyon retro. Jó kis lángosos, jó kis bicikli kölcsönző, meg minden. Hogy vajon túl tudunk-e lépni ebből? Mert elmentünk a Balatonra, és a Máté haverommal elmentünk meginni, vagy hát úgy volt, hogy elküldtek bennünket Hekkér a lányok, hogy már ők nem akartak lemenni, és akkor mi úgy a Hekkér úgy megy az ember, hogy iszik egy fröccsöt, mert meleg van. És akkor hát az... ugye? Elindultunk a Hekes felé, és van egy étterem, ahol mi leültünk, és kértünk 2 fröccsöt. Uh-huh. Kiérkezett először, aztán később megtudtuk, hogy a tulajdonos jött meg, akinek mondtuk, hogy nem kérünk 2 lapot, nem akarunk enni, mert megyünk a Hekkért, de hogy egy fröccsöt ezen a nagyon hosszú 100 méteres úton azért csak megszomjaztatok. Hát nehogy ott aztán nézzék, kiszáradva essünk össze. Mondta, hogy jó, majd eltűnt. Ezután jött egy pincér, aki kihozta az étlapot, mondtuk, hogy továbbra se akarunk enni, viszont szeretnénk fröccsöt inni. Mondta, megkérdezte, hogy miért, elmondtuk. Eltűnt, majd 10 perc múlva, jelzem, senki nem volt az étteremben. Egy megveszekedett lélek. 10 perc múlva kiérkezett egy kislány, aki kihozta a 2 kért fröccsöt, amit, és most figyeljetek, tudjátok, az én alkohollal való, hát hogy is mondjam, baráti. Viszonyodat. Igen, kevés olyan alkohol van, amit nem szoktunk így a haverokkal elfogyasztani. Nem ittuk meg a fröccsöt, ugyanis nagyon úriasan üvegpohárba kaptuk, aminek konkrétan olyan szaga volt magának a pohárnak. Na ez a retro. Nem hiszed el,
az állott büdös zsír és olaj, amikor valaki 2003-ban a fritőzt teletöltötte olajjal, és azóta abban süti a hekket, a hamburgert és a sülkrumplit egyszerre, igen, és nem cserélt, és fölötte tartod az üvegporra. Tehát az üvegpoháron állt a zsír, és ahogy próbáltad a fröccsöt kultúráltan meginni, akkor belecsapott az orrodba az állott a harudacska. A harudacska. A harudacka illat, amit 10 perc előtt sütöttek ki. A hasában. A harudacska. Hát mondom, nem leszünk nagyképűek. Üdvözlöm, nyilván. Üdvözlöm, kapitány, de hogy gyerne tiszta pohár. Igen, hogy miért a pohárban van. Kértél új porat? Nem kértünk, nem szeretem, ha ezért nyilván mondom, kis hiba, nem baj. Nem tiszta pohár. Meg is sok, igen. Hozzá vagy szopán, így vagy. A vidéken a tenyerünkből ittuk a fröccsöt is, érted? Nem kértünk új porat, mondom, hagyjuk, a francba nem ér annyit, de nem tudtuk meginni a fröccsöt, illetve hosszú lépés volt, hogy pontosak legyünk. Mondtam, hogy jó, nem érdekes, majd a következőben iszunk, vagy lesz valami. Megpróbáltam, mondom, fizetni szeretnék. Egy másik, vagy egy harmadik, én már nem tudom, hogy egy kislány pánikszerűen az arcán elkezdett kapkodni, és mondtam, hogy segítek, kétszer egy deci bor, meg 4 deci szóda. Nem olyan. Hát ez nem egy nagy. Összetudjuk adni. Nagy, de ezt nem sikerült nekünk megoldani, majd jött egy ilyen fizető pincér, aki szintén pánik. Köszönöm, mennyi időt eltelt? Tehát ilyen eltűnt a kislány, hát, számolt egy kicsit, visszajött negyed óra, mert azért ilyenkor hamar mennek a negyed órák, úgyhogy... Mondom neked, az étteremből való belépésünktől a kilépésig 42 perc telt el, úgyhogy ne vittük meg a fröccsöt. Akkor hogy tudjatok fizetni, tehát mindennel együtt. Igen, tehát ez már mindennel együtt, amíg már egy idő után direkt mértem a történetet, és akkor jött a fizetőpincér, aki összerakta ezt a dolgot. Mondtam, hogy nem nehéz, meg kétszer egy deci bor. Jó, hogy nem is a kislány hozta vissza a számlát. Nem, hát ő... Megjött az agy. Ja, megjött az agy. Igen, a központi vezérelés. A kislány még mindig osztott szorzó. Tehát, hogy így nem értettük a dolgot, itt fesz föladtuk, itt nem ittuk meg a fröccsöt, aztán tovább mentünk, és akkor a hekkes még mindig nagyon messze volt, mi pedig továbbra is szomjasak, ezért betértünk egy másik ilyen vendéglátóipari üzlet egységbe, egy ilyen kis büfébe. Ahol kijött ugyanaz a kislány. Ahol, hát kezdetek gyanakodni. Mit tetszett mondani, hány deci a bor? Igen, összeadhatom a számlát. Az mekkora lett volna, az úristen mekkora lett volna, nem, ott az történt, hogy egy fiú állt a pult mögött, aki, amikor bennünket meglátott, akkor úgy érezte, hogy ez kötelesség tudó kiszolgáló személyzet lesz, és fölköt magára egy kötényt. És mondtam neki, hogy figyelj, inkább ne tedd, mert azon a májusi nyitás óta eltelt az összes, a gyerekek, az összes étel és ital nyoma rajta. Ott már azt akartam megkérdezni, hogy ez az étlap. Ez a resztelt májusi, és ezt tavaly csináltuk, csak a kötény nem most tök ki. Az nagyon jó. Tehát, akkor nem kérek, ez valami paprikás, jó az ide. Igen, hogy rádöksz, és akkor abból tudsz rendelni. Szóval fia, engedd el, nem kell hagyjad. Tehát, hogy milyen nélkül is tudunk inni. És akkor ott megnéztük, hogy milyen fröccs van. Ott pedig azt mondtuk, hogy akkor kérünk két üveges sört, mert az a bejebb vagyunk. Így értünk el a hekkeshez, ahol pedig kettő fiatal érkezett meg fagyizni, mert hogy van hek is, meg fagy is, egy bódéban, a kis ablaknál lehet fagyit kapni. Őrült retro egyébként. Ugye? Az egész, a Mastori is nagyon retro. Úgy van, hogy egyes ablak lángos, kettes hek, hármas fagy. De ez még jó is lehet. Tehát, hogy... Ez jó lehetne, de ők odaléptek a fagyishoz, ahol hát fagyit lehetett ugyan kapni, de nem kívántad meg, mert úgy volt összerakva, hogy a fagyispult után volt az olajsütő. De mert direkt megnéztem, hogy miért mentek oda el. Oda léptek a fagyishoz, és meglepődve láttak, hogy Illés bácsi újra aktív. Egyébként baj, hogy nem jó. Maga! Már megint maga! Illés bácsi, hogy kerül ide? Illés bácsi, nem adja föl, ha kell, leköltözik Balaton. És csinálja tovább. És az az elszívó, hogy nincs elszívó, hanem egy ventilátor van az olajsütő mögött, és az a fagyispulton keresztül, esküszöm, a fagyispulton keresztül fújta ki az olajszagot, tehát szegény kislány és kisfiú odaléptek. Volt sült krumpli fagyi, sült halfagyi, palacsinta ízű fagyi és sült olajfagyi. Így van, és abból a hurkásból. Igen, és sült hurkás fagyi. A hurkazsírosból, még csókolom. Na, úgy így. És akkor odaléptek, hogy ők akarnak egy csoki vaníliát, vagy nem tudom, pisztácia puncsot, és a ventilátor az pont így neki arcmagasságban megküldte az abban a igló kapitány harudait és sült krumplit, és akkor mondták, hogy akkor nem kérünk semmit, és elmentek szegények. Hogy ezek olyan apróságok, amivel egy pit nem lehetne jobbá. Én kicsit jobbá... ezért járok Balatonra. De tök jó. Én kicsit ezt keresem. Tényleg? Én kicsit ezért megyek. Hát jó, ez mindig a jó. Srácokkal van egy pár nap balcsi, ami szigorúan balcsi, csak fiúk, barátok, 3-4 nap, 3-4 éjszaka, az összes fizetős strand, déli part, szigorúan. Kis értet, forró vizek is ultra.
ultra, és már úgy, és már úgy működik is ez a mosogatás. Hogy, de hogy nem ragadsz hozzá az például. Nem tudom, hogy kellett beszorjuk, belekeverni az ultrát. Miattunk nem járunk meccs. Érted, hogy nem ragadsz hozzá a pulthoz például. Tehát nem extrákat vár az ember, csak egy ilyen kis, nem, hogy így a lángost, amikor leteszik, a papír az nem ragadott. Figyelj, a ventilátor az azt akarta jelezni, hogy ez egy kemény meló. Becsüljetek meg minket. Meleg van. Látjátok, érzitek? Na, igen, ez van igen. Nálunk egész nap. És hogy nem tudom, de volt ilyen Velencén is, például bringatúrázni mentünk, és megálltunk azt hiszem a Gárdon vagy Gárdonyban, hogy a srácok éhesek a kicsit, megálltunk, és odaléptem a pulthoz, ahol mondtam, hogy jó napot kívánok. És egy lány, egy egyébként nagyon kellemes dekoltázsú csaj, belülről könyökölt így. És így rám nézett. Én ugye állok, hát ilyenkor megvárod, hogy köszönnek, meg valamit mondjon, hogy... valamit reflektálj. Egy 5 percet így néztük egymást, néha hosszú, több volt az idő, mint amennyi, vagy többnek tűnt, de mondta még egyszer, hogy jó napot kívánok, és ő így nézett rám még mindig. És akkor elmondtam, hogy... Most ezt megszólalt, apa. Olyan is vagy. Anya mesélte. Téged várlak 20 éve. A Gárdonyi Szabastranda 20 éve ezelőtt a nádasba. Így van. De nem tudtam, hogy ilyen jól nézek ki a pas. Sikongattak a sirályok, meg a nyár is. Igen. És úgy semmi életjeles? Semmi. És mondtam, hogy én köszöntem, és hogy szeretnék rendelni. Lehet, hogy te voltál a szezon első vendég, és meglepődött, mert éppen készültek tönkre menni. Ahol segítek, azon tetszik agyalni, hogy honnan tetszik engem ismerni. Igen, én vagyok a vendég. Aki magának pénzt ad, amiből fizetése lesz. Ugye? És hogy ezek azért nagy dolog az, hogy köszönnek, visszaköszönsz, és te vagy a kiszolgáló, ez a vendéglátó. Ez azért jobb variáció, mint amikor az igen. Én a sértődött pincér szeretem. Tudod, igen. A sértődött pincér, a rossz fej pincér, a haragos pincér, uh-huh. Mermeló van. Tudod, nem kérdeztem semmit. Igen. Miért nem mondod neki, hogy nem? Ha, igen, akkor mondom a kérdést, és amire ez a válasz. Kiszolgálna minket, mi vagyunk a vendége. Belülünk kapja a fizetését. Legyen hozzánk kedve. Szóval figyelj, tehát ezek értelmezhetetlen dolgok. Tehát, hogy ezzel egyszerűen nem tudsz mit kezdeni. Amikor te elmész egy helyre, és akkor azt mondod, azt tapasztalod, hogy megkérdezem, hogy mi a menő, esetleg tudna valamit ajánlani? Oda van kiírva. Na. Oda van kiírva. Igen, annyira mondja, látom hogy, az arcodat. Azt mondja, hogy oda van kiírva. És akkor így... Hogy elnézést, ez nem egy olvasókör, ugye, hanem egy étterem. Egyrészt nem látok. Igen, tehát egyrészt rohadt vak vagyok. Nem látok belőle, de esetleg ajánlana valamit, ha már maga a pincér, én pedig a vendégét megtenni, legyen kedves. Tudod, bemész, és akkor azt mondod, hogy én innenk egy kávét, és fogyasztanánk valamit, hogyha esetleg van rá lehetőség. Nincs szabad asztalunk, hogy nem lehetne itt a kertészségből látni egy pár asztalt, meg széket, hogy nem lehetne azokból esetleg? Nem. De a pultnál el lehet fogyasztani. Ja, jó van, hát ha ilyen vendégmarasztalóak tetszenek lenni, hát akkor nagyon szívesen. Tudod, tehát, hogy, és azt várnád, hogy így örülnek neki, hogy bemész, de nem örülnek. Ha valamiért kihúzod náluk a nyufát ezzel. Te tolakodó szemét, alja. Megzavarod a munkaidejét magaddal. Oda van kiírva. El lehet olvasni. Hát akkor fiam, szaladjál már oda, aztán nézd már meg, ajánljál már te valamit a pincér úr helyet. Sokat kér, sokat kérünk mi vendégek. Én szerintem nem egyébként, ez az elvárható minimum, nem? Nem kell, hogy nem táncolj, amikor hogy... meglát, csak hogy úgy valahogy érezd, hogy úgy minimálisan fontos ja. vagy. Nem? Vagy hogy úgy szolgáljon. Csak úgy hogy azt mondja, hogy tessék parancsolni, itt van, ezek közül választhatsz, vagy tessék mondani, mit kell. És a számla végül megjött a fröccsre, visszatérve még kihozta? Vissza, valamelyik fejszámoló kihozta? Az egyik fejszámoló kihozta. Összeadta kétszer egy deci bort, meg a négy deci szódát, összedobták? Megérkezett, és akkor azt kifizettük, mentünk tovább, persze. De mondom, értetetlen az egész a dolog, ugyanis neki érted 2 hónap alatt ki. Tehát, hogy én vissza szeretnék menni helyekre. Én azt szeretem, ahol jól érzem magam, és oda legközebb vissza fogok menni, sőt, megkockáztatom, hogy én jelentős jattokat szoktam megmozgatni, főleg amikor nem egy fröccsöt iszunk meg, hanem sokat, és akkor elégedettek vagyunk a fiúkkal. Igen. Akkor mi kell. Akkor visszamentem, persze. Szeret, igen, meg akkor adsz jattot, érted? Most nem jut eszedbe visszamenni, hogy még egy próbát megér, mert nem fog megérni. Keressük meg akkor a legbunkóbb pincért, jó? Tényleg írjatok nekünk, ilyen SMS-ekre várunk. Fiú, Feri, ez semmi, nekünk a szőrös érti bácsi kézzel tette a kólánkba jégkockát.
Na. Szőrös Jeti bácsi. Szőrös Jeti bácsi kiemelte az üvegpohárhoz kézzel, mindenki ebbe leszórta a kólájába a jégkockát. Amikor mondtuk, hogy köszönjük, így nem kérjük, még minket küldött el a búzsba. Na, írjatok nekünk, jó? Tényleg, amikor már az állatok leesett a pincér magatartásán, keressük meg, válasszuk meg a hónap legbunkóbb pincérjét. Nem kell, hogy ebben a hónapban történjen a dolog. Mit csinált, jó? Hogy köszönt? Mit hozott? Mit nem hozott? Hogyan próbált lebeszélni benneteket rendelésről? Vagy hát Jani mesélt egy történetet csak röviden, amikor ugye a pincér mondta, hogy lehetőleg egybe kéne felvenni a rendelést. Igen, mert hogy nincs kedve többet visszajönni. Sokan van. Adj le mindent. És hogy jelezte, hogy akkor nem lenne baj, hogyha együtt adnánk le a pincér, vagy a rendelés nálam, mert hogy egyébként akkor ingázni kell. És akkor így, ja jó, akkor jól, akkor sietünk. Igen, nincs baj. Persze, közel ülünk a konyhához, ami nagyon hosszú az út. Igen. Azt írja valaki, hogy a normálisabbja, aki pénzt akar keresni már nyugaton van. Igen, tudjuk nyilván, hogy most baromi nagy hiány van szakácsokból, pincérekből, nagyon sokan elmentek, de hát ha. De ez nem a szaká, vagy ez nem a pincérkészség, hogy köszönök, ez alapvető intelligencia. Tehát, hogy meglátod a vendéget, akkor köszönsz neki, és oda viszed mondjuk az étlapot, nem azt mondod, hogy Jani, menjél ki, azt nézd meg. Olvasd el. Hát ezért. Érted? Ez nem tanulandó készség, ez alapvető intelligencia, hogy akkor uram, ne haragudjon, már is hozom az étlapot, nézze meg. Nem? Ők ott el voltak kényelmesedve, tehát hogy náluk pont nem az volt a helyzet, ami mondjuk ennek a kis büfének az esetében, hogy kongott az ürességtől, és valószínűleg ez vette el a kedvüket a munkát. Ahol én voltam, és ahol ezt mondták, az egy nagyon felkapott hely volt, és elég nagy forgalommal, meg nagyon jó renoméval. Ezért is lepődtünk meg rajta. Olvasd el. De belepiszkítottál a vendégkönyvbe, már úgy érted, hogy beleírtál, vagy nem írtál, nem kérted? Nem írtál. Nem, így mondtuk, hogy hát akkor köszönjük szépen. Akkor most nem. Akkor megkeressük a legközelebbi kópot, és akkor itt elmondjuk. Igen, csináltatok a reába. Egy tofu szendvicset magunknak. Na, írjátok meg nekünk, jó, hogy milyen pincérekkel találkoztatok. Már nem akarjuk őket bántani, de nyilván van egy-két gyöngyszem, írjátok meg, hogy mit csinált. Jó, hogy szolgált ki benneteket. 9:06 jövünk Ákos híre után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A rádió. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. A fura pincérekről beszélgettünk is arról, hogy hát az ember térik váratlan pillanatok, akkor ha belép egy étterembe, és nem azt kapja, amire számít. Nincsenek az embernek túl nagy elvárásai, de az, hogy kapjon egy étlapot, vagy normálisan szolgálják ki. Egy köszönés azért az talán lehet, és hát ugye arra kértük hallgatóinkat, írjátok meg nekünk, hogy milyen pincérekkel találkoztatok már. Akik furán viselkedtek, strandon lévő fagyisnál a fagyis bácsi nem a vízbe öblítette le a fagyis kanalat, hanem úgy gondolta, hogy inkább lenyalogatja. Ne. Majd adta a következő gombócot. Ezt Edit küldenek. Ott én azért megvártam volna a következő lenyalogatást, mert biztos, hogy nem hittem volna, amit látok. Mert ott azért elkezd az agyat kattogni, hogy most ez nagyon tényleg megtörtént. Igen, és tényleg ne csak pincérekről írjatok, hanem ahogy kiszolgáltak benneteket, legyen ez egy lángosos, és akár Dunaparti palacsintázó, írja az SMS író. Az előttünk álló megkapta a rendelését, majd jelezte, hogy ő nem kért rá porcukrot. Erre a 70 és a halál közti kiszolgáló bácsi lefújta a porcukrot úgy, hogy jól láthatóan fröcsögött a nyála. Ez a porcukor szó elhangzott, tudta, az annyira tipikus. Nem kértem rá porcukrot. Rendben van. Már nincs is rajtam. Jó étvágyat. Kérem a következőt. Oké, köszönjük. Nagyon ízletes kis. Palacintának nézünk elébe. Atya úristen. Amikor kihozta a rántott szeletet, a pincér leesett a földre. Teljesen természetesen visszarakta a tányérát. Mondtam neki, hogy ez mi? Mire azt mondta? Nyugi góré, felmostak reggel. Nyugi góré. Júj, de hajtua. Nyugi góré. Tisztasságon. Akár a padló, a körről is megetnéd, tesó. Na, jó, itt vagy. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt, sziasztok. Hello, István. István, igen. Hát velünk az történt, hogy még hát egy pár évvel ezelőtt, kb. 2 évvel ezelőtt bementünk egy étterembe, ugye akkor egy ismerkedés céljából egy lány meghívtam ebédelni, és hát egy havarom mégis éppen oda jöttek ebédelni. Egymás mellett kaptunk nem messze asztalt, és az történt, hogy megrendeltük az ételt, ugye gulyásleves volt a leves,
És én ugye megkóstoltam, és nekem nem tetszett az, hogy már nagyon hideg volt. Nem olyan hideg, mint hát nem szeretem nagyon forró sem, de azért nagyon hidegen sem. És hát én jeleztem, hogy gondom lenne az étellel. Hát erre is várunk kellett egy olyan 5-10 percet, mire odaérte a pincér, és a pincér srác így odajött, és nézett nagyot, mikor én közöltem vele, hogy hát hideg a leves. És ő azt mondta, hogy hát jó, ő érti, és elvette a kanalamat. És fogta, belenyúlt a levesembe, és bele kanalazott a szájába egy jó erőset. Aztán nem mondott komolyan. Tehát kivett a kanalat a kezedben, és megkóstolta előtted a levest a te kanaladdal? Megkóstolta, de úgy, hogy én már ugye előtt azzal megkóstoltam is a levest, hát na most nem finnyás, hát így járt, és megkóstolta, és aztán ő azt mondta, hogy nem érti, hogy mi a problémám vele, ez teljesen jó hőmérsékletű, hát örüljek neki, legalább nem égetem meg vele a számot. És elment. Hát, és utána azt mondta, hogy hát ez teljesen így jó, mit szeretne, hogy mit csináljunk? Hát mondom, szeretném, hogy legalább melegítsük meg, hogy valami dobba a mikróba, vagy valamit csinálj vele legalább, mert hogy ezzel így gondok lesznek. Hát azt mondta, hogy nem tud most nekem megmikrózni. Hát mondom, akkor nem tudom, akkor fogyaszd el, és akkor nekem hozzáll egy frisset. És akkor ő mondta, hogy jó, hát akkor megbeszélj, és egy 10 perc várakozás után hát hozott nekem egy frisset, ami tényleg olyan volt, hogy hőmérséklet. Nem tudom, hogy az enyémet hozta vissza megmikrózva, vagy tényleg hozott egy frisset, de az a lényeg, hogy utána megkapta a gondot, elnézéskért. Hát rögtünk egy jó. Atya Isten, hát ő megnézte, megkóstolta, persze. Hát most igen. Korrekt teljesen, de nem kérdezett semmit. Úgy lehajolt, felvette. Nem, azt nem kérdezte meg, csak felvette, és úgy gondolta, hogy hát megnézi, hogy tényleg az a probléma. Lehet, hogy már nem én voltam az első, és besokalt. Nem akartam aztán már melegítgetni, persze. Köszi, hogy elmondtad. Köszi. Én is köszönöm. Sziasztok. Hello. Egy molette pölt kért egy gombot, vagy itt a pincér erre cinikusan, nem kell, az már neked. Ez egy ilyen kedvesen szólsz, hogy túlletted magad, drága. Úristen, gyerekek, az a baj, a jobbak tényleg elmentek külföldre. Úgy látom, hogy nem kell, az már neked. Sok szakmám van hiány, hát az egyik a pincér szakma, de komolyan, sajnos a jobb már tényleg külföldre van. Az már tele vagy. Deák tér megálló presszó, bemegyünk a pincér felénk, siet majd mellettünk el. Elnézést, szeretnénk hinni egy sört, mire a pincér kikéri magának, hogy miért zaklatjuk, amikor iszonyú migrénye van, és különben is állandóan ezt csináljuk mi vevők. Csak álltunk és próbáltuk magunkhoz érni, keresünk egy másik helyet. Nálunk a cukrászában volt ilyen a kiszolgálás, mondta a pincér, na mondjátok gyorsan, nem érek rá egész nap. Egyszer két pohár kóla kikérésekor nem sikerült egyformára tölteni a két kólát, ezért az egyikből leívott. Úristen, de jó. Elnézést, egy picit sok lesz, tessék barancsolni. Nem négeteltek belőle. Millire annyi. Atya, úristen, kedvenc győri kocsmában történt, hogy éppen amikor érkeztem, a kocsmáros éppen evett az egyik asztalnál. Rendelni szerettem volna, mire közölte, hogy nem lehetek annyira szomjas, hogy nem várom meg, amíg megeszi a levesét, mert nem szereti hidegen. Nem. Nagyon jó esemesek vannak. Balatonon a büfében kértünk két teljes kávét, elmondtuk, milyen arányban legyenek az összetevők, meghallgattam, majd kiadott az ablakon két presszót, és utána pultra dobott egy UHT és tejet. Ölts bele, mennyit akarsz. Atya úristen. Győrben kértem egy téli napon egy étteremben egy meleg teát, láttam, hogy a pincér miután elkészült a tea, szódával engedte fel, mert nem volt tele a pohár. Mikor rákérdeztem, hogy ember mit csinál, csak annyit mondott, nyugi, úgy csinálom, mint anyád. Pityesz küldte nekünk. Nálunk a pincér kihozta a sertéspörköltöt, az egyik galuskára figyelmes lettem, hogy nagyon távol van a többitől, közel a tányér széle felé, meglöktem egy kicsit, nem mozdult. Kiderült, meglöktem egy kicsit, nem mozdult. Kiderült, nem, nem figyelj, kiderült, hogy ez nem galuska, hanem egy rágó. Szóltam a pincérnek, mondta, bocsi, és még meg is köszönöm. Jaj, hát egy órája keresem. De jó, úristen. És egy órája kerestem már. Meglökte. Mi lehet? Talált rágó. Nagyon sokáig tartja az ízét. Köszönöm, hogy megtaláltátok. Atya, úristen, milyen SMS-ek jönnek. 3 éve Egerben köszönés, szevasz, evőeszközöket a tenyeréből az asztal közepére dobta, mielőtt hozta a hideg húslevest. Amikor a kávimon az összeesett tejszihab díszelget, várányítva közölte, hogy így sikerült. Fizetésnél pedig mosolyogva kérdezte, hogy akkor lehúzhat egy ezressel többet a kártyát. Atya úristen. Azért a Fagyis bácsi, aki lenyalta a Fagyis csapat, azért az is nagyon kemény. Igen. Éppen a második fogást fogyasztottuk, mikor odajött a pincér, és megkérdezte, hogy a borravalóti szép kártyával akarom-e majd fizetni, vagy az készpénzen fogom.
azt hallottam, hogy odaszól a társának, még utána elintéztem, kapunk. Székesfehérvár menő étterem. Azért ez is kemény, nem? Kaja közben oldani, hogy hogy lesz a borra való. Meg vagyunk. Szép kártya vagy, vagy cash, igen. Mikor aranyászok helyett ananászlevet hozott ki, és én elkezdtem reklamálni, azt mondta, tanulj meg artikulálni. De tegezve ráadásul, tanulj meg artikulálni. Két aranyászok, hoztam az ananászlevet. Ananászok, itt vannak az ananászok. Artikulálj már rendesen, legyen. Úristen. Aranyászok, ananászok. Törökországban nyaraltunk, ebédnél a pincéfiú annyira megörült nekünk, magyar testvéreknek, hogy ráült az asztalunk célére, és nagy örömére belevett a sült krumplimba. Beszélt, közben meg szemezgette a sült krumplit. Híres volt. Ú, de jó SMS-ek jönnek, te jó Isten. Azért megkérdeztem az étteremben a pincértől, mit tartalmaz a csirketekercs. A válasz nem tudom, még nem ettem. Őszinte. Hát azért egy jobb helyen illik tudni, nem? Még ha igen, meg se kóstoltam. Legalább megkérdezed a utána séfet. Kérdezek. Igen, hogy utána kérdezek. Ne, igen. Kértünk két hotdogot, a szőrös hónajú izzadt kövér néni megtörölte a kezét a hón alatti szőrben, a jobb kezét a bal alatt, a bal pedig a jobb alatt pedig fordítva, és aztán elkezdte megcsinálni az ételünket. Tényleg az megvan a mozdulat klasszikusan. Az egy hónaj alatti szőrben letörni az a kezét. Az egy reflex volt. Figyeljetek, tulajdonképpen sztornó az egész, amit elmeséltem. Sehol. Szerintem rohadt jó helyeken jártam. A legjobb helyen itted a fogja. Menj vissza szerintem. Palacsintázó. Figyelj. Következő történt saját szememben. Lányom írja a hallgató. Palacsinta feltekerése közben folyamatosan lenyalogatta az ujjáról a felesleget. Nézd már kicsordult. Hát szeretné, hát mondjuk, az kis lekvár. Ez még mindig rohadt jó. Ez az első kemény. Mindig olyan lekvár. Csak tőle kell hozzunk. Ezt nem fogják megbánni. Ilyen király lett. Úristen. Berekfürdőn kb. 10 éve savanyú volt a leves, jeleztük a pincének, ő kikapta a kezemmel a kanalat, megkóstolta, majd közölte, hogy ennek semmi baja. 10 fős asztaltársaság savanyúnak érezte. Ezután kijött egy félmeztelen izzadt szakács, és elkezdte idegbeteg bodon kántálni, hogy többet be se kéne engedni a magyarokat, mert csak a baj van velük. Úristen! Azért, amikor megjelenik egy félmeztelen izzadt szakács, azért érzed, hogy még messze a Michelin csillag, nem? Igen. Ugye, hogy azért a ebben még azért lesz meló ebben az étteremben. Még pár adag krumplit le kell sütni. A pizzán avas volt a szalonna, szóltunk, a válasz így finom. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Nagyon jó. Kislányomnak vécére kellett menni, a pincér válasza, hogy merre találjuk a vécét, a tájékozódás alapműveltség. Ezt mondtam, kerested a vécét? Nekem ez tetszik. Óriás. A tájékozódás az alapműveltség része. Igen. Atya úristen. Hát, nagyon jók jönnek. Betérek egy nívós hévízi étterembe, odalép a pincér, semmi jó napot vagy gutentág, egyszerűen csak annyi, hogy szólt, hogy itt áll. Ezt nem teljesen értem. Igen. Na jól van. Hát lehet, hogy 9 óra után még egy-két gyöngyszemet kiválogatunk, jó? Csak mennünk kell tovább, hogy ne csúszunk meg, de szenzációs SMS-ek jönnek komolyan. Hát legvadabb álmaimban sem gondoltuk volna, hogy ilyenek érkeznek. Megmutatjuk gyorsan a hármas ugrás, jó? Figyeljen mindenki, ha szeretnétek játszani. Te csináltad, Zsíl? Hát ez gyerekeket, ez jutalom. Azért ez ajándék. Igen. Jó, tudjuk, ha hosszú, akkor rövidebbet kérünk. Igen. Ha. Jó, de ezt majd mi mondjuk, tudod. Kisbéren a buszmegállóban kértem egy hamit, a nő folyamatosan túrta az órát közben. Szóltam neki, mit csinál? Ő nem túrta, de láttam, nem, akkor sem voltam. De nem. Én voltam. De nem. Mikor a nőben nyújt, hogy? Ott hagytam, ez lett a vége. Na jó, drága hallgatók, írjátok, mert mit hallottunk, jó? Aztán jövünk Ákos hírei után. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Morning Show! Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning showja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
9 óra után, pontosan 9 perccel itt vagyunk. Hello, drága hallgatók! Kicsit borús az idő itt Budapesten legalábbis, mintha lógna az eső lába, de reméljük aztán ez elmegy is. De reméljük máshol is így van. Reméljük tíz szívtok, apá, nekünk rossz, így van. Nem, bízunk benne, hogy hamar elmegy, és jó idő lesz hétvégére már egyébként. Kifejezetten jó időt mondanak egész hétre. Már azt mondtam, hogy 44 fok, de rájöttem, hogy sármeseiket nézem. 86 város van beállítva nekem. Igen, szóval, hogy péntek szombat már 30-31, és hétfőtől igazi kánikula jön, 33-36 fokot mondanak. Szupi. Már jövő hét. Jövő hét kedre. Na, azt, hát nagyon jó témát találtunk igazából. Feri felvetette, hogy milyen érdekes élménye volt ugye Balatonon. És hát ugye a pincérekről beszélgettünk is arról, hogy néha nagyon tudnak alkotni. Elhisszük, hogy a krémje már azért inkább külföldön van, de hát szenzációs történeteket kaptunk SMS-ben, hogy mire képes. Nem csak a pincér, hanem egyáltalán a fagyis néni, a fagyis bácsi, a lángosos kislány, a palacsintás kislány, és a pincér hölgy vagy úr, hihetetlen jó sztorik vannak. Kérdez egy hallgató SMS-ben tőlünk, hogy mikor lesz egy olyan műsor, amikor mi balatoni vendéglátósok sztorizhatunk a vendégeinkről. Szép lakbüfé, kérdezi ezt. Bizony. Megcsináljuk ennek az ellenkezőjét. Tehát ma volt az, hogy vendégek sztoriztak tényleg eladókról, pincérekről, holnap pedig megcsináljuk a fordítottját. Jó, amikor ti pincérek mondhatjátok el, hogy milyen bődületes vendégekkel találkoztatok, hogy viselkedett, hogy rendelt, hogy gondolta azt már szinte, hogy övé az étterem, és mit engedett meg magának. Nyilván a másik oldal ugyanúgy megél. Természetesen. Tehát, hogy nem arról szól, hogy mi most bántanánk őket, de hát azért vannak a szakmátoknak gyöngyszemei, de nyilván közülünk, vendégek közül is azért hát vannak érdekesebb előadásnyújtók, akikről lehet beszélni, úgyhogy már most gondolkozom mindenki, aki a vendéglátásban dolgozik, mert holnap a fordítóját megcsináljuk. Még egy-két SMS jó, mert szenzációsak vannak. Csak ha megengeditek, még egy-kettő. Párizsi szeletet kértem vegyeskörettel, kaptam a választ, nincs párizsi. Mondtuk a pincérnek, hogy ez nem párizsiből készül, elmondtuk az elkészítési módját, a panírozást, így megkaptuk a kajcsit, a feleségem kért egy szál citrommal, mire a pincér fölment, és egy közeli citromfáról elkezdte letépni a citromot. Megtörtént. Kocsmáros, legalább friss volt, igen. Kocsmáros néni adagolta a fagyit a tölcsérbe, majd mikor észrevette, hogy folyik a fagyi, lenyalta, majd aranyosan mosolyogva átnyújtotta. Olyan nagymamásom. Igen. Balatonon nyaraltunk, főtt kukoricát vettem a gyereknek, a bácsi homlokáról, meg az orrhegyéről, a kukorica sózása közben csepegett az izzadság rá a kukoricára. Mondtam, hogy ez így nem lesz jó, mire az volt a válasz, hogy az is sós, ez is sós, a gyerek nem fogja észrevenni. És kicsit összekacsított vele. Hogy na, érted, anyuka. Hát, na. Atya. És rohadéknak fel se tűnik. Úristen. Nem mondjuk, maradjon az intit, hogy a kis büdös kölkök úgy veszik észre. Egy barátom kért egy tejszínjavos kávét, miután a habot rányomta a néni, lecuppantott a szájjal a kinyomoló a habot, majd a flakon visszatette a hűtőbe. Úristen, tök üres presszó, haverra bemegyünk, presszó csaj, tök egyedül, presszó teljesen üres, kérünk két sört, erre a csaj, aki a telóját nyomogatja sértődötten, jól van mindjárt, nekem is csak két kezem van. És hát elfoglalt, de igaz. Atya Isten. Budapest étterem, szólok a pincérnek, hogy nem elég meleg a leves, erre ő mondja, elég meleg, mert mikor hozta, beleért az ujja. Gyönyörű történet. Aztán Mátrafüreden egy büfénél kértünk bodza szörpöt, megkaptuk, a tetején lebegett egy réteg hangya. Mikor ezt jeleztük, annyit mondtak, ez van, erdőben vagyunk, nem tudunk mit csinálni, Fanni küldte nekünk. Mosonmagyaróváron a fagyizóba kértem a gyereknek egy gombóc fagyit, szóltam a fagyis sajnak, hogy tegye rá színes cukrot is, erről mondta, minek, úgyis lepotyog. Tök hülyeség lenne. Milyen tudatos. Családdal lementünk nyaralni a Velencei tóhoz, megéheztünk délkörül, ezért elmentünk egy Sannál lévő étterembe. Vasárnap volt, ezért kértünk húsleves. Mikor kihozták és belettünk, éreztük, hogy megromlott. Szóltam a pincének, hogy nem igaz a leves. Oda jött, beledugta az ujját. Lenyaltam, majd mondta, hogy picit savanyú, de ez egyébként így finom. De akarjuk, akkor nincs. Kicseréli. Persze. Belenyúl a melegben a savanyú frissít. Igen. A Felszabon, a Ferencek terén egy presszóban kértünk salátát. Barátnőm kérdezte, hogy van esetleg pirítós hozzá válasz. Otthon hazamész, aztán csinálsz magadnak. Nem gondolod, hogy nekiállok pirítós sütögetni. Úristen. Nagyon jók vannak. Beültünk egy étterembe vacsorázni, szerettünk volna. Pincé odajött, megkérdezte, mit szeretnénk. Mondtuk, hogy még nem választottunk ki, és türelmet kértünk. Erre azt válaszolta, most jöttem haza a délszláv háborúból, mint katona. Eléggé ki vannak az idegeim, hogy ne nagyon szórakozzunk vele, rendeljünk azon, mert ez nem bírja. Rendeltünk, gyorsan egy pohár sört fizettünk, és azonnal távoztunk. A
kedvenc palacsintásunknál új lány szolgált ki minket a férjemmel. Sokáig tanakodtunk, miért válaszunk, közben poénkodtunk, a lány vérmese rám nézett, majd megszólalt. Nem láttad, hogy miattad nem tud választani, mert folyton belepofázom? Ez azonnal visszarállt a földre. Oda a romantika, nem? Amit nem látod? Hát miért pofázol? Hadd válaszol már, miattad el. Úristen. Holstein szeletet akartunk enni. Fél óra múlva jön a pincér, hogy nem kérnénk inkább valami egyszerűbbet, mert sokan vannak az étteremben. De ez jó. Ez de jó. Hát az úr, hogy várt fél órát. Várt fél órát. Elképesztő. Elképesztő. Pincér hozta a levest, benne volt az ujja. Szóltunk neki, hogy elnézést, de magának benne van az ujja, mire mondta, hogy ne aggódjunk annyira, azért nem forró leves. Megérezte, hogy mi a probléma Isten. Ezzel. Somlóit kértem, gesztenyepüré jött. Mikor kérdeztem, miért, ez volt a válasz. Na és majdnem ugyanúgy néz ki, nem? Jó étvágy. Figyelj, szenzációs. Kértem a bárpultnál egy béliszt, kiöntöttem, majd lenyalta az üveget. Ezek ilyen reflexek. Hát, hogy ez mert otthon is, ugye? Hát, kicsit megcsúrant a béliszt. Nyalsz egyet rajta. Én ezt a tejszi habos flakonnál tudom tökéletesen átélni, hogy ez tényleg így van. Kinyomsz egy kicsit, lenyal a végét, lárakodok, hogy be a ütőbe. Úr, ilyet csinálok, a Viki megöl. Minden ilyentől nagyon írtózik rosszul. De miért a te nyálad? Nem lehet belenni a kajájába. Nem nyalhatok bele a lekvárba semmi. És te ezt hogy bírod? Te sehogy. Gyakorlatilag nem végig sajnálhatok már az idegő szomlás szélén van. Sehogy. Én állok nyerésre. Nem bírja. De te abszolút nem. Tehát ez mit, hogy kiveszek egy mint a kanalat, fogok egy lekvárt a hűtőből, beleeszem, mondjuk abból a lekvárból ő nem eszik többet, és félrerakja, hogy gyerek se. Ő nagyon kemény. Jó, de nem dolgozunk étteremben, tehát ja, ott az azért ott le lehet. Na, holnap már föl lesz a hírkereső, vagy ma délután. Alig használt eperlekvár. Igen, a lekvár miatt lekvárba. Alig használt eperlekvár eladó. Na jó, köszönjük. Tényleg holnap akkor megcsináljuk ennek a fordítottját, jó? Ti, akiket most hát nem annyit szapultunk, drága pincérek, eladók, lángososok, palacsintázók, gondolkozzatok akkor érdekes vevőkön. Jó? Illetve nem is mondom vevőkön, vevőkön és vendégeken. Így van. Holnap akkor a fordítottát meg. Panaszkodhattunk. Amit olvasok a napi bulvárban, képzeljétek el. Cikket? Hát nézd, ezeket cikkeket lehetnek hívni. akkor végül cikkek egyébként, igen. Plastikázt... Kiről? Kukiról. Oh. Aha! Plastikáztatott kuki. Hol? Ez nem egy hirdetés? Plastikáztatott kuki, önnek is lehet ilyen. Igen. Csak jöjjön el. Ha már a rózsadombi. Megmint a formáját, kicsit piszébet szeretne. Igen. Túl nagy a feje? Plastikáztasson kukit. Nem, ám, hogy kuki plastikáztatott. Ja. De megnagyította? Nem tudom, hogy mit csinált. Nem tudom, hogy mit csinált. Az a kuki pontosan tudja, milyen ez, nem először feküdt kés alá. Jellegzetes vonásait még sármosabbá tegye. Aha! Ja, arc. Aha. Arcplasztika. Arcplasztika volt ez szerinted? Jellegzetes vonásai. Hát igen, mert mondjuk, tehát, hogy nyilván alul is van, a köldök alatt is vannak jellegzetes vonásai az embernek. A szemét nem ő csináltatta meg így az acsikat? Vagy a ne, táskás. És az Tilla volt. Tilla volt az a már táskás. Olyan volt, hogy ilyen két mobiltelefon belerakhattál nyolc. Igen. Picit igen. Tillában jó vagyunk, hogy bírja umat. Nem, de hogy a plastikáztatott kukit, most mondjátok, én nem is láttam rajta. Látod, hogy akkor az arcán is. Én ezt a jellegzetesen sárgosságot, ezt nem. Hogy? Az nekem nincs meg. Én nekem a színe volt föltűnő most a legutóbb. Igen, tehát az egy picit túltolt a szoláriumot, de ezt igen. Beszéltük is. Van ez a festőszolár, amikor ilyen narancsárga festégetni, hogy azt szerintem elolvasta, hogy 1-5 arányba higis, vagy 15 arányba, nem tudom, valamit, hogy félreolvasott a higítást. Gyorsabban akar varrulni. Kicsit narancsárga lett, igen. Azt mondja, kuki úgy feküdt a műtőasztalra, azt mondta az orvosnak, bármit csinálhat vele, csak szép legyen és egészséges a bőre. Aha. De jó, hanyat vagy hason feküdt, mert abból már el tudunk indulni. Álltok hason. Ja. Igen, találtak benne két mentfoxot. Igen. Az egyik egy Scania kamionból. Igen, két töltsért. De egy mit csináltathat egy férfi magával? Tessék? Mit csináltathat egy férfi? Mit szoktak? Van ez a tárca? Ez nem arcplasztika. Nem, haj, arc. Hát ráncokat kicsit. Valány éves, mit ráncoskodik? Hát a kuki nem 30. Hát mennyi? 40? Már bőven 40 fölött van szerintem. 40 fölött van. Igen? 40 fölött. Csak hát ugye kaptak most tévéműsort, és gondolom arra gyúr rá egy picit. Hogy top formában legyen. Ja, hogy még szemben. Várj, nekem van kuki száma, már hívjuk fel a kukit. Mit műtetett? Már egyébként sem Music FM-es, ahogy hallom. Nem. Nem. És még a másik nem indult el, ahova.
Nem. Na most akkor beszélhet nálunk. 8, 4, 8, 2, 54. Jó, 50, aha. Na, várj, lehet alszik. Hol van, hogy most dolgoz? Most nem dolgozik, nem látni. Lehet, hogy repül. Őszet játszik. Hálló! De simán lehet, hogy repül. Igen. Nem azért hagytam a rádiózás, mert repül? Oui. Nem, azért, mert tévéz. Halló! Halló, Kuki Balázs, Morning Show, szia! Te vagy? Kuki! Hello! Kuki! Kuki! De fura téged ebben a műsorban, vagy ezen az éteren, vagy ezen az állomáson hallani. Azért ez nem sokszor fordult elő az utóbbi pár évben. Nem. De most kezdtem nem rég, szóval kicsit rossz a hangom, de nem baj. Nem rossz a hangod. Nem rossz a hangod. Nagyon rossz a hangom, sajnos már nagyon. De milyen meglepetés? Mi történt? Olvastál napi bulvárt? Benne vagy? Tudsz róla? Az a baj, hogy sokszor benne voltam a múlt időben, ilyen apróság, vagy ilyen, vagy nem tudom. Azt írja az egyik bulvárlap, hogy Kuki plastikáztatott. De hát ugye ezeket mindig fenntartásokkal kell kezelni, ami ugye megjelenik a bulvárban. Na, mennyivel csináltatál nagyobbat, Kuki, őszintén? Figyelj már, Balázs, de most úgy viccesz velem, ugye? Ez igaz a hír, hogy van nagyítani. Tudod, mi a másik nevem, beszél nevem? Óriás anakonda. Nyilván. Ez azt jelenti, bocsánat, ez azt jelenti, hogy rövidíteni kellett, érted? Ja, belőle. Ne áragudj rám, Balázs. Picit levetettél hát belőle. Na, de figyelj, tényleg plastikáztattál? Tehát igaz a hír? Igen, igaz. Régóta ismerem a dr. Krasznai Zsolt, tényleg. Ilyen 6-7 évvel ezelőtt ott voltam nála, mert volt egy ilyen csúnya szemölcs a bal szemem fölött. Egy csúnya szemölcs? És azt leszedetted? Uh-huh. Igen, és most sajnos volt egy ilyen nagyon csúnya sírnyír így a bal oldalra fölött. És ez undorító volt. Tehát amikor néztem magam egy pár szor a tévében, mondom, hogy itt mindjárt összehagyom magam, ez csúnya, és ne kicsit fej, és gondoltam, na jó van, mert tudod, nem vagyok egy ilyen, de amikor látom egy szurit, én már elajulok, és gondoltam, hogy akkor is már régóta ismerem Zsolt, na akkor még egyszer oda megyek, és megcsinálják szépen. És tényleg megcsinálták szépen. Zsolt kiváló szakember, persze, mi is nagyon kedveljük, többször beszéltünk vele egyébként adásban. Ez altatásban történik, vagy ilyenkor beszélgetsz a beszélgetél a Krasznaival? Nem, ez csak egy ilyen lokális érzés felemítés. Ez az, köszönöm, Balázs. Lokális kis szurit kaptam, és mondja, hogy jó, akkor figyelj most, el fogom mondani, hogy mit csinálok, és azt mondtam neki rögtön, hogy inkább nem, mert elájulok rögtön. Mert tőle ez csak egy műtét szobáról van szó, hogy bemész, akkor van az a műtét asztal, és akkor meg kell öltözni, tudod, hogy sterilel, tudod, és akkor én nem annyira bírom azt a látszány, és ettől szerettem mondani, hogy elájulok ott, mert nagyon ciki lenne. Aha. Mert nagyon félek én ettől. Jaj, nem bírod az ilyet, aha, tehát a fehér köpeny injekciós tű, azt nem bírod. Ki tudja, mit csinálnának veled ájultan. Jani mondja, hogy ki tudja, mit csinálnának veled ájultan. Tehát azért jobb, ha ébren vagy. El tudom kézni, mit csinálna ő, azt tudja, teljesen más átlenne utána. És akkor most szép lettél? Tehát most eltűnt minden, amit szerettél volna? Igen, és az a baj a bőröm, ahol rengeteg ilyen futószemölcs is volt a nyakam, azt is megcsinálta. Micsoda? Futószemölcs. Futószemölcs, de mit kell mondani? Hát jól mondod, abszolút azt jól mondod. Mi? De ez micsoda? De futószemölcs, a nyakam volt egy pár csúnya futószemölcs, azt is levette a dr. Krasznai Zsolt. Érted, ezek ilyen kis vadhúsok, amik ott vannak, és akkor azok ott úgy éldegélnek, és akkor azt úgy megkapják gyorsan. Igen, mikor felveszel egy pulóverné, beragadt benne, mit tudom én, ez undormány. De ha már ott volt egy kis ráncfelvarás, egy kis táska eltüntetés, egy kis botox, nem volt semmilyen? Hát figyelj már, nem írtak a cikk? Én azt nem láttam benne, nem, csak nem? Hogy az arcodot, a futószemölcs a nyakadon, azt látom, igen. És aha, hogy szép és egészséges legyen a bőröd, ezt kérted a dokitól. Más nem írtak, még volt más is? Nem, csak ezt kértem volna, csak nem akarta, hogy azt kértem volna, hogy én szeretném egy arc, mint a Sebastian Balázs, tényleg. Mert ebben a példaképe, mert ugyanaz akartam egy ilyen műtét, mint megközelítettem, hogy új orr, új minden, és azt mondta, hogy figyelj, Kuki, nem, mert túl sok munka lenne, mert túl tökéletes a Sebastian Balázs, érted? Túl sok rajta a futószemölcs. Igen. De egyébként most mit csinálsz? Pihensz? Mert most ugye hosszabb Szabin vagy, ahogy halljuk, vagy eljön is Szabi, hát eljöttél tulajdonképpen a musicból.
Igen, igen, most Szabadságon vagyok, Siófokon. Gyönyörű idő van, fúj a szél, mindjárt megfagyok itt a teraszon, de itt vagyok péntekig, utána már jövő héten kezdődik a munka, nekem megy a forgatás. Ja, mész forgatni, tudom. Igen. 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 A műsor, amit már senki nem vállalt el, és te csinálod meg a kaszatépi. Igen. De milyen jó pénzért, Balázs? De milyen jó pénzért? Hát legyünk őszinték, hát ugyanazt a szakmát nyomjuk. Persze, hát jól, fizet arccal a pénztár felé. Tudom én ezt, hogy van. Hát az Országos Logopédiai Intézet támogatását. Figyelj, mi van a repüléssel, Kuki? Most akkor egy nagy dilemmát olvastam, hogy még nem tudod, hogy ősszel most akkor mi van, vagy hogy van, még vajúc, vagy még gondolkozol, hogy akkor hogyan tovább? Figyeljtek, az a baj, hogy kaptam egy... Figyelj, most gyorsan elmondom, hogy én mindig egy kíváncsi ember vagyok, hogy igen, sokszor voltam tévében veletek is, de Afrikában, emlékeztek vissza, és mikor kiestem az elődöntő, tudjátok, nagyon mindig ott voltam veletek, mert kíváncsi vagyok, hogy működik az a szakmátevézés. Igen, jöttem most, mindig egyébként ellen. Igen, igen, és most kaptam egy lehetőséget, hogy oké, okay, műsorvezetek Kassa TV-vel, de úgy szeretném, hogy megtanulni minden epicikét, tudjátok, például, hogy hogy kell tudunk készíteni egy műsor, milyen kreativitást tudunk belevinni, leülni, beszélni sokszor a producerekkel, vagy a kreatív osztály. Én nagyon meg szeretném egyszer megtanulni ezt a szakma. Van a lehetőséget, a repülés, az engedély megvannak, a kereskedelmi pilóta engedély megvannak. Már egy picit tudódik, meglátjunk kövérről, mi lesz ezzel, de most nagyon-nagyon szeretném kicsit okosabb lenni a TV kapcsán. Értetek, mit akarok mondani? Igen, értem, hát nem igen. Tudom, mennyi ragad majd át az ezek megőrültekbe, de mindenképpen. Mondjuk szél az van nálatok Siófokon tényleg. Figyelj, és a kereskedelmi pilóta engedélyed megvan, ez azt jelenti, hogy ha te bármikor úgy döntesz, akkor repülhetsz? Igen, mondjuk mindig nyilván van egy pilótafelvétel, egy ilyen légitársaságban, mikor oda akarsz menni, de az a CPR, az a rövidítés, a Commercial Pilot License, angolul, ez végtelen érvényes, amíg egészséges vagy. Értem, de azt tudom, hogy ha például elmész repülni, akkor nem nagyon szeretik a műsorvezetést meg a celebeskedést. Tehát vagy ez, vagy az, a kettő nem fér össze, ugye? Figyelj, Magyarországon van egy ilyen magyar légitársaság, nyilván nem tudom a neve, mert ez reklám lenne, hogy igen, mondták, hogy esetleg pilóta lennék ott, akkor ez rögtön ott kell lenni a média, mert nem nagyon kultiválják, és nem szeretik, hogy egy ilyen ismert ember ott repül, és vele van 180 utas. Mondjuk értem, hogy az a gyerekek, hogy sokszor az emberek nem tudják elképzelni, hogy az a Kuki hogy tud repülőgép vezetni. Mert nem tudják érteni, hogy ez hogy lehet, hogy aki mikrofon mögött ül, bóckodik a tévében, az hogy tudja vezetni egy 75 tonás gép. Tök más a kettő egyébként, igen. Szóval, igen, mint igen, foglalkozás, és persze. És el kell mondjam, hogy azt a légitársaságban, ahol megértettem, hogy igazuk van, hogy pláne Magyarországon nem nagyon... Egy pár utasok biztos nem értenek, hogy úgy gyerekek, hogy itt a nap láttam a tévében, most már izé. Ő visz minket, mit tudom én Párizsba. Azért ez megértem őket, hogy ez egy ilyen dolog, hogy a normális emberek ezt nem tudják érteni, de viszont külföldön azt nem kell tudni, hogy ki voltam itt Magyarországon, vagy mi mit csinálok, szóval ez lehet, hogy külföldön egyszer kipróbálok menni pilótára. Aha, de valóta nem tudják, igen. Hát mondjuk, ha így beleszólsz a mikrofonba a magyar utasok, tehát nem gondolom, hogy megijednek, csak valóban fura, hogy tegnap még a tévében voltál, ma pedig már rendben. Igen, azt mondom, hogy ez nem annyira lehet megcsinálni, sajnos, pedig nagyon szeretném, de még egyszer mondom, most kaptam egy új lehetőséget, ez megcsinálom szépen TV-vel ezt a műsor, és kész. Jó, hát most persze, most ez a közeljövő, csak gondoltam, ha már itt vagy, akkor megkérdezem. Jól van, hát akkor nyaraljál, pihenjél, Kukikám, sokat dolgoztál te, úgyhogy megérdemled ezt a pár napot, aztán jövő héten megforgassatok ügyesen. Jó, van, oké. Köszönöm szépen, hogy hívtatok engem, jók legyetek, és most már végre voltam egyszer veletek adásban. Kövön mondom, minden pulizok. Igen, egyet, hát mi tudod, hogy egy csomószor próbáltunk egyébként téged hívni, csak a másik rádióban mindig elutasítottak bennünket, hogy te nem beszélhetsz, vagy téged nem szólhatsz meg ezen az adon, de most már is lehet. Most már lehet. Igen, bármikor hívjatok, jó? Hátkor reggel is, örömmel felveszem a telefon, hátkor is reggel, jó? Hát most annyian hallgattak, mint a Music FM-en egy hónap alatt összesen. Kukikám, vigyázz magadra, puszilunk, csókoltatunk, ciao. Hello. Ciao, Kuki. Szűrve értem azért őt is. Ha rajtunk füles van, mi valószínűleg jobban halljuk, igen, vagy jobban értjük, igen. De... Amikor így nagyon elindul, tehát nem a adásban beszél, mert ott azért nyilván vigyáz rá, de így a telefonon keresztül így kell tragolni. Kapcsi, el kell kapaszkodni. Oladújós. Igen. De jó, hogy Kukit bírom, jó arc egyébként. Na, jól van, oké, játszunk egy jó kis hármasugrás, már itt is a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Hello, Levi!
Hú, te is van szeles helyen Szia. Vagy, hello. Bejöttem a lakásba. Jó, azt jól tetted. Merre vagy, Levi? Sopronban dolgozok éppen. Sopronban? Hát ez nagyon jó. Mit csinál Sopronban? Homlokzati hőszigetelés. Azt a mindenségét neki. Na figyelj ide, akkor neki megyünk. Milyenek a kérdések, Jani? Közepes. Így szól az első kérdés. Ki az a Tom Hanks által alakított filmhős, aki 75-ös IQ-val rendelkezik? Tom Hanks alakította, ez a film címe is, így hívják a benne... Mármint nem Tom Hanks. 75-ös IQ. Nem Tom Hanksnek van, hanem Tom Hanks alakította őt, és 75-ös IQ-ja van. Passzolok. Nem áll, de jó film, pedig nagyon, nagyon jó régi. Film. Nagyon jó film. Nagyon jó film. Hát gyors volt. Ez a Forrest Gump, nem láttad? Nem. Ne csináld. Hát igen. Ah, ez a baj a filmes kérdésekkel. Igen. Mindig mondom, hogyha valaki látja. Én veled vagyok. Forrest Gump, nagyon jó film. Nagyon, nagyon klassz kis film. Rengeteg Oscart is nyert. Majd megnézem. Tom Hanks rettenetesen jó benne. Nagyon egyébként. Szórakoztató. Tényleg vicces, jó film. Nagyon, nagyon jó film. Hát Levikém, ez egy gyors játék volt. A legközelebb. Legközelebb. Jó, jó munkát neked, Sopron. Milyen az idő? Süt a nap, esik? Süt a nap. Mázlitok van. Küldjük. Mert nem küldünk semmit, bárcsak egy küldhetném. Puszi. Egy pucit. Köszi, Levi, ciao. Hello. Szia. Hello, ciao. Hello. Pogány és Pécs között Rafiznak egy csinos küldte nekünk, a Pécs felé menőket mérik. Úgyhogy ott is vigyázzatok egy picit. M3-as 84-es kilométerénél fotoznak, valamint a 65-es 80-as kilométerénél útfelújítás miatt oda-vissza áll a kocsi sor Kiliti és Ságvár között, ami drága könyves Nándink küldte nekünk. Fél tíz múlt, pontosan egy perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A Prima Donna Girl. A betyárjál, de jó kis nóta volt. Jó volt. Egy csarúgja meg, hogy a betyárja. Ajja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 j
Sziasztok! Na, beszéltünk arra reggel egy hírről, ugye, ami egy szomorú apropója, de mi ezt próbáltuk kikerülni. Jobbulást kívántunk egyébként a diákoknak, akik ugye Battonyán bementek a kukoricásba kukoricát címerezni. Ugye 142 diák egyébként, hát szegényeket kórházba kellett vinni, mert kiderült, hogy idegméreggel kezelték meg a kukoricát, és oda zavarták be őket. Viszont a címerezés szóval egy kicsit elgondolkoztunk, és arról beszélgettünk, hogy milyen jó néha olyan szavakat hallani bizonyos országrészekből, vagy tájegységekből, amit az ember ritkánban hall, és talán a jelentésével sincsen tisztában, viszont jó azt tudni, hogy te mondasz az ország ezer részén így valamit, és azt máshol pedig teljesen máshogy mondják, mégis ugyanazt jelenti. És kértük hallgatóinkat, küldjenek el nekünk egy-két ilyen szót, aminek talán mi a jelentését sem tudjuk. És hát egészen elképesztő szavakat kaptunk, voltak hallgatók, akik betelefonáltak, és találós kérdést játszottak velünk, illetve nagyon sok SMS is jött a témánkhoz kapcsolódva. A más pedig ugye a Ferit sztoria volt, a Balaton és a velencei, hát vendéglátásról beszélgettünk, aztán kicsit kiterjesztettük a dolgot, Feri elmesélte, hogy nem túl szerencsés balatoni büfébe tértek be, ahol nem tudták őket kiszolgálni. És aztán hát megindult az SMS áradat, hihetetlen fagyis nénikről, fagyis bácsikról, palacsintában dolgozó diákokról és pincérekről kaptunk SMS-t, hogy mit engednek meg maguknak, mit csinálnak, hogy szolgálnak ki bennünket. Nagyon szórakoztató volt, nyilván ha veled történik, nem annyira az, de olvasva. Ott van a konyhában. Igen, olvasva. Vagy egy év után szeretni. Így visszatekintve, már nyilván nevetsz, de akkor meg pont igen. Nem. Igen, már elmúlt a szájpenésze. Igen, na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Úristen, de szeretem, óriási dumák, de tényleg, szóval, hogy a galuska mellett a rágó, ez is már régóta kerestem, meg nem szóval, hogy a tájékozódás alapműveltség. De úgy szólt. Fagylatos bácsi, aki lenyalja a gombócos kanalat, szóval azért
Atya úristen, Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, de azt tudjátok, hogy van kifejezetten egy ilyen parasztétterem Párkányban, ahol, ahol így fogadnak. Az más, ha azért mész, hogy igen, szívassanak, és nem kell. Az nem baj, hogy kézzel leszel, az jó. Azt ezt várod. Csak, hogy a két, tehát ott tényleg úgy szólítanak. De ott büdös banyázzák a nőket, meg tehát ott nagyon kemény. De azért mész direkt. De azért mész direkt. Modoros műparasztság, ez ilyen szörnyű. Voltál? Most a Lauráik voltak egy ilyen baráti társasággal, de nekem volt egy hasonló sztori, még a 90-es évek elején Sing Sing-re elmentünk Vajszlóra játszani, ahol nem tudom, valami étterembe beültünk, és a pincér annyira megörült nekünk, hogy akkor hoz nekünk egy ital, de magának is. És akkor jó, hoz. És akkor valami felest hozott, bedobtuk, ő is bedobta, de hát neki nem az volt az első, és abban a pillanatban hát összeszorította a száját, nehogy visszajön, és az orrán jött. Nem volt rutinos. Aznap már nem ittunk, és nem ettünk semmit ott. Igen, hát jöttek jó SMS-ek, de holnap megcsináljuk majd a fordítottját, a fura vendég, amikor is pincérek írhatnak nekünk. Hogy szép lesz az, hogy is. Neki miből van elege. Hogy neki miből van elege, igen. Jól van, na, azon gondolkozom, mi dolgunk van. Hívjuk a naphallgatóját. A tótlányok írtak, hogy ők beszoktak kumni délután. Kumni? Bekumnak. Kumni? Aha. Ez micsoda? Bealszik. Bealszik, bekumni. Igen, kumni, bekumnak. Tényleg? Morning show. Ez a... Hello! Jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Te is a pincéres témánkhoz szóltál, azért nagyon szerettük a történetedet, ugye a Fagyis bácsi. Így van, aki a Fagyis bácsi. Vízbe öblítette a fagyikanalát. Így van. Mit csinált? Hát nem velem történt pontosan az eset, én csak megfigyelője voltam a dolognak. A szomszédos vendéglátó egységben ültünk barátnőmmel, és hát elbambulva figyeltük ezt a Fagyis bácsit, mert hát küllemre is elég vicces volt szegény. Hát kígyózott a sor a fagyinál, kis család, két gyerek, méri a fagyit, mire anyuka lehajol a fagyival a kisfiúhoz. Anyuka is kérte a fagyit, közben a bácsi úgy gondolta, hogy ő inkább lenyalja. Nem láttam. A kanalat, nem pedig a fagyi öblítőbe nyomja bele, és hát meretten álltunk és néztük, hogy úristen, ez megtörtént. Lenyalta a kanalat, és mindebből anyuka, apuka nem vett észre semmit. Szegényké. És valószínűleg nem aznap először, és nem utoljára, igen. Hát valószínű, igen. Mégse keveredjen a pisztácia málnával, a túró a csokival, hát azért ne keveredjen meg, hát tisztasodnak kell össze. Edith, hol hallgatsz minket? Cserkeszőlőn. Cserkeszőlő. Nagyon klassz. Jól van, te vagy a naphallgatója, mindig kifejezetten örülünk, ha hölgy a naphallgatója, mert nő, mert hogy nagyon kevésszer tudunk női naphallgatóját választani. Örülsz, te is halljuk. Örülök, ez az igen. Én is halljuk. Én vagyok a hülye, mit örülök, mondhatnál meg, erre? Igen. Mit mondhatnál erre, persze? Küldünk. Igen, mit mondhatnál, én voltam a hülye, persze. Küldünk egy szép kis ajándékcsomagot neked, jó? Köszönöm szépen. Dolgozol otthon vagy, mit csinálsz? Itthon vagyok éppen, még itthon vagyok. Gyermekkel? Pocakban gyermekkel. Pocakban. Na, hát első? Első, igen. Aludt ki magad. Fú, de utálom az ilyen hülyeségeket. Edi, curkolunk, jó? Puszi nektek, ciao. Köszönjük, puszi. Szia. Jó egészséget a babához, puszi. Hello, hello. Na, Csabikám, mondj valami, de te valami tényleg jót. Hát figyelj, azért jó, mert ezt már korábban egyszer beszéltünk erről, és tudom, hogy szeretitek. A Christina Aguilera hozott, illetve nem hozott még, de készített egy új dalt. Nem ezt hozom most. Készített egy új dalt. Fura is lett volna, igen. Viszont hozok egy régi Alex Ingrosso-t. Korábban dumáltunk egyszer egy Abba számról. Ez igen. Nagyon jó, de az nem adom. Akikről én most beszélek, azok nem svédek, és igazából nem igen, két fiú, ez. Két lány, hanem a halott ilyen pop zenekar, hanem nagyon jó hollywoodus számról van. Az örvény. Nagyjából hasonló a történet. Christina Aguilera ugye megérintette az orlandói merénylet, ugye az 50 áldozattal járó vérengzés, és erről készített egy dalt. Ez egy ballada, ez nem is biztos, hogy beleférne egy ilyen kis lassú. De viszont van egy korábbi sikere, amit tudom, hogy nagyon szerettek, ez a Fighter. Ha szeretjük, ez egy jó kis dal. Így van. Jó kis dal. Jól van, Csabikám. Halott pénz lesz? Legyen?
Csak a kedvedért lehet? Hát nem, csak kérdezik. Biztos, hogy lesz. Biztos. Vagy Intim Tolna illegál. Hát valami Intim Tolna. Intim Tolna. Esetleg Tolna Baranya. Tolna Baranya. Intim Baranya illegál, Intim Tolna illegál, igen. Csabikám, jó munkát neked, jó? Köszönöm szépen. Ne vedd a szívedre, ez természetesen csak viccelünk. 555-55-00 a telefonszám. Mármint, hogy jó munkát. Azt nem veszem szépen. Ma van a névnapod? Hát ma van Csaba nap, igen. Aj, Csabi! Aj, Isten éltesem. De több Csaba nap van, gondolom. Abból több van, ma ünnepelt. Én nem tudom, én mindig ma ünnepeltem, vagy hát ezen a napon ünnepeltem, bár nem ugyanúgy, ahogy te, én sem gondolom, hogy ez egy olyan nagyon nagy sátoros ünnep lenne. Ha kocintunk, kocintunk, de nem ragaszkodom hozzá. Lesz este buli? Már megvetetek az olyan... a medencébe, hát ha igen, megint baleset lesz. Ajándékokat fogadok szeretettel és örömmel. Jó van, Csabikám, akkor biztos a hallgatók neked is kérnek majd egy dal. Jó? Így van. Csabi, a kívánság műsorra, mi pedig jövünk holnap 6-kor, vigyázzatok magatokra. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.